Szevasztok, srácok, hello stream! Itt vagyunk, és folytatjuk ezt a csodálatos játékot, ez a Streamlabs OBS, ez egy kalapszar. Tehát gyakorlatilag az AC is szaggatott, meg ez is szaggatott vele, úgyhogy szépen visszajöttem a klasszik OBS-re, szarok a face rigre, meg a face maskra, meg ezekre a nevetséges fospumpákra, amiket tartalmaz ez a Streamlabs OBS-nek nevezett fosputtony, és most gyakorlatilag ezzel a sima OBS klasszikkal fogunk streamelni. Engem, megmondom őszintén, nem érdekel, tehát nem, elengedtem ezt a slóbies szart. Gyakorlatilag egy megbízhatatlan fos ehhez képest, úgy mondom, tehát nevetséges. Tehát egy ilyen játék ezen a gépen nem szaggathat, semmi esetben sem. Nem lehet olyan setting, amin ez szaggat. Na! Oké, akkor most ez megjött, úgyhogy innentől kezdve ezt a slowbs-t ezt le is törlöm, szépen majd adás után, tehát ez egy rossz vicc. Na, szóval a Miha című logikai játéka fogunk játszani, gyerekek, és már elindult az adás, de gyakorlatilag a másik OBS-re szétszaggattuk az arcunkat, úgyhogy most átjöttünk erre, úgyhogy újraindítom az egészet. Szevasztok újra, üdv mindenkinek, szevasz Gear Second, szevasz aranyapa, hali. Na gyerünk, nézzük meg, hogy ezzel milyen művelet lesz itt. Ez elképesztő, te. Na nézzük. Tehát ezt ide rakom, és akkor... Várjatok, mert itt ezt az egészet konkrétan itt el kéne pumuklizni. Oké. Reply. Yes. Jó. Na és akkor most kilépek. Nagyon érdekes ez a menühang egyébként, ez... Én mindig így súnyulok, azt mondja. Nem akarom Grandfather-t megzavarni. Na szép gyerekek, szép. Figyeljetek, most akkor indulunk. Most jónak kell. Nem tudom, ez a Streamlabs OBS, ez egy vicc. Ez egy rossz vicc. Alright, és akkor ezt most ide berakjuk. Game Capture. Miha? Hogy? Pak. Ez az. És szépen ide lehúzzuk. Egy. Hát Gear Second eljelted, hogy ez úgy be van lőve, mint a bikafasz a Pepita Patika köveken ez az OBS. Olyan advanced beállításokkal, és gyakorlatilag a két OBS között az a különbség, ugyanazokkal a beállításokkal, hogy a klasszik az jól működik, a másik meg egy kalapszar. Tehát egy AC4 is elszaggatott rajta tegnap, egyszerűen vicc. Ugye én ezzel az új kodekkel streamelek, ez a lényeg az egésznek, ez az Advanced New, és hogyha ezzel szaggat akármilyen játék, akkor az OBS az nem életképes. Ennyi. Na, kezdünk egy új játékot. Gyerünk. És most nem bugolt be a zene. Na srácok, akkor most végig tudjuk nézni idegeskedés nélkül, mit szólt. Ez a baj, nem tudom elpörgetni se. Szóval meg kell nézzük, bassza meg így elsőre. De nem értem, hogy nem lehet continue-zni a gémet, ez érdekes volt. Remélem, hogy nem lesznek problémák még, gyerekek, mert akkor baj lesz. Na lássuk! Lássuk! Ha leállítod a streamet és újra elindítod, nem tudom elindítani. Csak ha ráfrissítek a progira. Igen! Jesus! Ezt nem tudom. Szia Roli boy! Szevasz aranyapa! Szia múltkor, sajnos nem voltam itt élőben, mikor sikerült a Sekirot kijátszani, de YouTube-on láttam GG! Aranyapa, köszi szépen! NG plusz nem várható, a Sekirot azt így ilyen kijátszottnak tekintem. De élveztem nagyon azt a 4,5 órát, amíg basztuk a boss. Csodálatos élmény volt. Soha többet. Thank you.
lássuk. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, srácok. Királyok vagytok. Ja, többször is agyvérzést. Reméljük, ezzel működni fog, gyerekek. Most kíváncsi leszek, ez egy tesznek is jó egyébként, hogy most akkor tényleg az OBS elgatja. Már gyanús, hogy két gameből kétszer szaglatott a Streamlabs OBS-sel a játék. Nagyon érdekes ez az intro. Nem is értem, hogy miről lehet szó. Tehát az ember kilövi magát a Holdra. Megérintek kockát, és bekerülünk valamilyen világba. Nagyon érdekes. Hát engem a Sekiroban mondom, az nagyon-nagyon azt mondom, hogy egyszerűen ez kéne 90%-a teljesen fölösleges oboztokán. Hát így, én mondtam neked, hogy ez így van. Én azért, amikor emlékszel, mondtad nekem, hogy hibás döntés volt a részemről, hogy nem szedtem fel azt az új skill tree-t, vagy nem tudom. És én mondtam, hogy ez fölösleges. Karaoke. Erről beszéltem az előző adás elején, gyerekek, van ez a Twitch Sings, ezt mindenféleképpen ki fogjuk próbálni, jó? Mindenféleképpen lesz a Twitch Sings. Kipróbáljuk, nagyon kíváncsi vagyok rá. Sorry most, hogyha hangos, mindjárt kiérünk a videóból, akkor megint visszaállítok mindent. Jó legyen. Na gyerünk, Móni! Lake Cobelius. Ja, szóval erre a Twitch Sings-re, erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Elméletileg filtert is rak a hangodra, szóval gyakorlatilag akkor is jó, hogyha szar vagy. Úgyhogy ez nekünk tökéletes lesz. Minden, majd eltrollkodjuk, majd rappelünk benne, Móni. Amit a tudnék, de megpróbáljuk. Autotune! Na, ott van az anomália, ugye? Megyünk oda. Rongyolunk a lik fele. Lutoni papi már két hónapja akar karaoke, de sose jön össze. Tényleg? Majd duettezek én a Lutoni aranyapával. Majd elnyomunk valami izét, Mici Mackót, vagy mit tudom én. Jöhentsél ezek. Egyébként fánnak tűnik, néztem róla a külföldi adásokat, és iszonyat fán. Meg ugye a nézők ugye interaktívan beleszólhatnak az egészbe, meg zenét választhatnak, meg mindent, tehát minden igazából tőletek tűnik. Szóval a bulisnek tűnik. Pufi 911 aranyapa, nagyon szépen köszi a követést, üdv a Chaplin, hello hello. Danke schön. Köszönöm szépen. Most már ugye vége lesz, nyugi gyerekek. Többször ezt nem vagyok hajlandó megnézni ezt a videót. Ezt meg. Beat Saber. Ismered? Nem. Beat Saber. Nem. Az is valami a zenés cucc. Ezt a bug zenét közben te. Na, és akkor most jön a buli, mert itt a kocka, és körülbelül mint az Interstellar című filmben valami dimenziót váltunk. Ja, VR cucc, zenére vannak csinálva pályák, lézerkardak a kockákat szétvágni, mi a fasz? Édes jó Isten. Szevasz, Szegagú! A logikai game aranyapa tegnap jelent meg a játék. Ez most máshogy néz ki, nem? Engem most a Prey... De nem, mert most meg világosod. Most jó a szenz is. Te jó Isten! Most minden működik. Na gyerekek, jó? Milyen érdekes, hogy most nem akad. Így most működik, ugye? Minden remek. Oké. Na, hát... itt vagyunk Gyöngyösön. Jézusom, mi ez itt? Csokolom. Bejeltek? Hubba, ez meg itt van valami fal. Na, szóval ez a game ilyen witness kategóriás. Én úgy tudom.
Múlni elmegy a látásom. Van egy touchpadom. Amiben nincs semmi. Message for. The code for the cave. Nem akarom végighallgatni, nagyon nem jó. Jobb gomb. Oh. Jesus. Hát jó van, gyerekek, ez eddig csodálatos. Tehát van egyszer egy ilyen kupolás épületünk, van egyszer egy bunkerbejáratunk, meg van egyszer egy... egy világító tornyunk. Akkor megnézzük ezt. Bebírok itt menni? Nem. Nem bírunk bemenni. Akkor most nem akad a game, ugye? Vagy nagyon remélem, tehát itt nem akadhatunk. Itt egy ancsóriel. De Bonnie, nem akarsz egy kicsit nekem segíteni, hogy mit kell itt csinálni? Mert hogy ez így szép, meg minden, de... Hát még egy utat tudok elképzelni. Mi az a kis palánta itt? Itt lakott a Robinson? Nagyon érdekes. Na várjatok, lemegyek. Mert ott lenn is volt valami. Remélem, hogy ez egy végleges verzió a játékban, nem csak egy ilyen szimulátor, hogy... The world looks great, but the puzzles are not easy. Na itt hasonlóan nálam ez a kép. The puzzles are not easy? Jó van, hát nem véletlen ez a címe, gyerekek, az adásnak. De valami tutoriál rész lehetne már, mint hogy mit tudom én, hogy merre menjek így az elején, nem? Mert most itt sétálgatunk, tök fasza. De hogy nem... Ott van egy Mónika. Itt a madár. Nem lehet benne ugrani se, vágod? Oké. Na itt vagyunk a láposba. És most pedig... Na, itt is egy ajtó. Ez az. Itt is csornál. Message 7. The cryptek. We have to find out the cryptek. Ez az emberre valami nagyon nem stimmel, gyerekek. Ezt már most mondom nektek. Itt valami nagyon nem fasza. Oké, de gyakorlatilag úgy néz ki a game, hogy itt vagyunk egy ilyen kukoricafődön, vagy mi ez. És egy idegen világban. És van kettő ajtó, meg egy lighthouse, és semmivel nem lehet csinálni semmit. Tökéletes a kép? Jó van, király, király. Na még itt van lenne egy fánk. Egy fánk, igen. Jól hallottátok. Mi ez, gombolyag? Tehát úgy örülnék neki, hogyha valamivel lehetne interaktív. Az Isten ez itt. Most nem mondok hasonlatot, de szerintem mindenki tudja, hogy most mire gondoltam. De hát ez csodálatos. Nagyon-nagyon szép ez a rész. És most? Nincs benne valami inventory vagy journal? De van egy diary-ink, és kész, és vége. Én nem bírom elkezdeni a gémet. Hopp, itt is van egy lik. Erre is eljövünk. Ez ilyen, nem is tudom, Atlas. Atlas feelingem van eddig. Ó, oh, itt is van madár! Na figyelj, itt viszont már lehet, hogy lehet valamit csinálni. Ez is van egy jel. Ez valami pikk-szerű jel. De nem bírok fölmenni. Figyelj csak, madárka, meséljél már nekem, hogy ugyan mit kell itt csinálni. Oké. Tehát itt nem tudok átmenni. Na gyerekek, hát azért ez egy történelmi pillanat, konkrétan nem tudom elkezdeni a játékot, vágod. Nincs kezdés a game-nek. Ez eddig remek. Na figyeljetek, én most visszajövök itt az elejére, és megpróbálom újra kalibrálni az agyamat, hogy ugyan mi az Isten van itt. Hát remélem visszajönni se. Hol kell visszamenni, Mónika? Na, szóval,
Van egyszer egy part, van egyszer egy ilyen láp rész, van egyszer egy olyan vizes rész, meg van egyszer ez az út itt föl. És ugye itt kezdtük a gémet. Na várj, itt ezzel nem lehet valamit csinálni? Nem. Itt kezdtük a játékot, és erre fele nézett az ember. Itt kiégett ez a pilát, ez a csumpi. Gyerünk Milán, indulj el északnak. Abból nem lett baj. Itt vannak ilyen részcsövek. Ennek is biztos megvan, vagy 1500 kilója. Gyerünk. Szevasz Csabus, hali aranyapa. Várja. Ez itt mi? Mindenhol ilyen robot kakaduk vannak, és van mellette egy jel. Ez most elfütyül nekünk valami kódot? Azt fütyülte, hogy... Ajaj. Megyünk tovább. Itt a hajónk, Móni! Ez az! Na, itt kezdődik a game egyébként, akkor gyanítom. Ez az, itt kezdődik a játék, gyerekek. Végre megtaláltuk, így negyed óra után. Vagy lehet, ez az endgame? Ott is van valami. Én annyira, de annyira örülnék neki, hogyha akármivel lehetne interaktolni. De hogy tényleg, nagyon örülnék neki. Semmit nem tudok. Oké, akkor eljövök erre. Itt a hajónk. Erre itt is van valami. Ez az. Na most mindenki figyeljen, és ebből, hogyha egy szót megértetek, azt írjátok be chatre. I don't understand. Your rocket shouldn't have landed here. No, I'm sure you'll be able to get it back. It will be restored. I promise you. I promise you. Ez atomra be van szívva ez az ember, gyerekek. Ez 1000%. Ez tuti... Hoppá, Mónika, végre itt van valami. Na várj. Megnézzük, gyerekek, a kontrollt. Pocket PC. Van egy löbetünk, várjál. Ja, ez a lámpa. Oké, de itt van egy ilyen jel, de nem bírom kinyitni. Oké, hát akkor nem nyert hangszórót, Milán. Jó, és most? Bejártuk a szigetet, mindent megnéztünk. Ugye kösz szépen a figyelmet, szevasztok, peace. Itt van valami, csak itt van valami pumuklis védőpajzs, és nem bírok rajta átmenni, baszki. Ott van benne valami baba. Nem, de egyszer nem tudom elkezdeni a gémet, vágod? Nem tudom, merre kell menni. Mindenhol voltunk. Na, fogalmam nincs, racok. Jó, itt ilyen nagy láncok vannak, ez csodálatos. Ezekkel nem lehet csinálni semmit. Nem tudom, ekkora balfasz nem lehetsz, Milán. Tehát ez azért mindennek van határa. Nem lehet ezekből kilopni a fényt? Mert most már csak arra tudok gondolni. Nem lehet interaktolni ezzel se. Itt is van valamilyen köteg. Na, várjál, Móni. Ez itt mi? Ez itt egy lila. Megvillogom. Semmi. És hogyha megnyomom a J betűt. Ez a zene, ez valami őrület. Gyerekek, én nem vagyok hajlandó kilépni úgy egy játékból, hogy nem bírom elkezdeni. Tehát ez kizárt, ez most ultimate challenge, hogy ezt a gémet, hogy legalább egy dolgot, tudjak fölvenni egy itemet, és utána boldogan rifándolom az egészet. Csak
egy iteme... Itt van Móni. Ez az! Ezeket kell pockolni! És mit kell vele csinálni? Jézus atya úristen. Az Dalai Láma. Hello, Dakápó! Jó. Próbáljuk meg azt. Itt van egy ilyen jel. Ez azt jelentheti, hogy a... Milyen jelek vannak itt? Van egy I betűnk, egy patkó, meg egy virág. Meg egy sárga négyzet. És azt mondja az ember, hogy fingom nincs. Ajjaj. Na így már viszont várjatok csak, mert így, hogy ezeket lehet mozgatni, ez így azt jelenti, hogy... Itt vannak ezek a pöckös jelek. Akkor lehet, hogy ezt kell valahogy bepurfinálni oda? Hát ilyen jel ott nincs. Esküszöm az úristenre, hogy ilyen fonott mintás, üszök-pücök, ilyen minta nincsen ott azon a... Nincs. Biztos, hogy nincs. Figyeljetek, hogyha most valószínűség számítás szerint elkezdem tekergetni azokat a golyókat, vagy izéket, négyzeteket, akkor mikor lesz ez kész? Hónap reggel? De... Ez nem létezik, hogy nincs itt valami hint. Hogy ezt hova kell tekerni. Vagy hogy merre. Itt van egy ilyen ancsórjel, ami... Vagy arra kell, hogy legyen mondjuk a... Próbáljuk meg ezt, hogy mindent elforgatunk, mind az összes... Így erre, az összeset. Ez a négyzet legyen arra. Mit szóltok? Pak. Semmi? És ugyanabban az izébe épül föl, tehát hogy... És nem is ugyanúgy van! A lépcső mellett van egy vaspálca. A lépcső mellett volt egy vaspálca. De gyerekek, közben ránk sötétedett a jó életbe bele. A lépcső mellett van egy vaspálca. Hát rohadjak meg. Szinkronizálj! Gyerekek, nem bírunk bejutni! Az első üszkös... A hajó mellett... A hajó mellett van egy vaspálca. Várj, oda elmegyünk, mert lehet, hogy ez kelleni fog. Úristen, de mi ez a kék? Kék. Egy szuper kék minden, vágod? Na várjál, már megint a higanyféle izé bazd meg. Navigációs üszök, vágod? Ez a itt, ott és soha az életben nem találom meg, mert nem bírja elmondani bazd meg. Úgyhogy ezt nem is állok neki megkeresni, mert soha nem fogom megtalálni. Soha. Úgyhogy inkább próbálj meg azokkal valamit csinálni. Mit szóltok? De izében nem tudom, miben volt. Ja, a Sekiroba próbált valamit elmondani, és rohadjak meg. Rohadjak meg. Na várjál, tehát kezdjük oda, mi az, hogy hajó? Az űrhajómra gondolsz, vagy egy hajóroncsra, mert mind a kettő volt. Na minden, hagyjuk. Hagyjuk. Azt mondja, érted? Tehát az űrhajóra gondolsz, vagy a hajóroncsra? Válasz, igen. Hát keci! Hello, it's me. Na, oldjuk meg ezt a feladatot. Erre lehet, hogy ide be kell így nézni a távolba, vagy mit tudom én. Hát fogalmam nincs, Móni. Ezt a szop... Ennyi, bassz meg. Nagyon helyes. Ezt én is pont így gondoltam. Kinyílt. Aha, csak nincs ebben semmi. De van egy lépcső. Menj fel! Menj fel! Bagolj! Följöttünk, följöttünk. Na, ez az. Itt már vannak dolgok, gyerekek. Ez az. Sztrájkoljuk! Nem tudom, hogy hogy nyílt ki. Hát megnyomtam az egyik gombot, gyerekek, az kinyit. Ennyi, ez ilyen egyszerű, ez egy easy game lesz.
Itt a madár. Várjál, itt van valami tervrajz. Most megnézzük. Oké. Tehát ott egy vonalzó, kettő vonalzó, három vonalzó, egy csodálatos penne, meg egy izé körző. My memory is letting me down, but can't leave my papers without any security. There are lists and important information. I must lock them up, but how can I remember the code? How to write it without just writing it? Itt van három kapp, az meg! Ajjaj! Hány jel van ezen? Édes faszom! Ha persze! Ott a jel! Figyelj már, kell egy T betű. Kell egy háromszög, az tuti. Van egyáltalán olyan háromszög, Mónika? Ajjaj. Jó, mondjuk legyen ez. Ez legyen ez. Ez meg legyen, ezt kattintgatjuk végig, és ki fog nyílni egyszer csak. Nem jó így? Ajjaj. Hát gyerekek. Open. Csokolom. Nyisd ki ezt az ajtót! Ajja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 j
Oké. Ezt ugye levadáltam. Az meg... Ez a game, ez nem viccel. Ez nem szarra gurigázik, srácok. Az az igazság. Hopp. Most jó? Most nyikorgott nekem, várjál. Na várjál, tehát... Az a baj, nem is látok ott lent semmit, mert ez az üszkös sötét van. Nem is ér... Hó! Oh, na! These mechanical birds are incredible. I really don't know how long they've been there. I can't get near to the one in the town to study. Remains shut and I don't have time to look around for the code. They walk around the island and sometimes even surprise me with their small mechanical and melodic cries. This is clearly not the technology of the island less of occupants. I would say this goes back to the time those invented the stairs capsule. It's thousands of years. Hát ez... Rendkívül csodálatos... Ebben nem tudunk bele nézni, Móni! Ezt a kurva. A gyerekek, mindent megnézek. Minden egyes sarkot, mert ezen a, ebben a gamebe úgy látszik, hogy... Jaj, azt hittem, hogy ez a lemenő útnak a izéje. Mert ez mi? Mi van? Mi ez? Pászd meg! Várjál, ez benn van ebbe a izébe. Ebbe a nagy sátorba ott lent. Tehát, itt kell akkor nézelődnünk valamit. Szia Magy Ben! Hello, hello aranyapa, üdv. Hát aranyapa, ez egy vaddisznó logikai game, és gyakorlatilag nem értek belőle semmit. 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 Hallod? Hát konkrétan nem tudok nekiállni a játéknak. Tehát ez valami elképesztő, tehát... ott vannak ilyen jelek félig letakarva, de annak nem hiszem, hogy itt akármilyen jelentősége van. Fönn a falon van még valami? Átírtad a címet? Hát, de mi, megtaláltad a játékot, prac? Én nem találtam meg, azért írtam ezt a logical izét, dolgot.
15 euró volt a játék, aranyapa. Tehát, hogy... Nem tudom elkezdeni a gémet. Nem tudom elkezdeni a gémet, mert fingom nincs, hogy mit kell csinálni. Fingom nincs, gyerekek. Tehát itt vannak jelek. Ó, várja. Ezek a jelek vannak ott azokon a táblákon lent. Ezek a jelek. Itt van ez a jel például. De... Édes faszom. Mit is a levél? The chair. A szék. Oda kell beülni? Akkor mégiscsak onnan derül ki ez a kód. Oké, Mónyi, akkor visszajövök. Hát ez nem olyan, mint a Kvern Pracli. Nem bírok csinálni semmit a gamebe, vágod? Itt rohangálunk 10 perc, és egy ajtót nyitottam ki valahogy full randomba. Jaj, Milan pedig annyira logikus, ah! Látom. Hát való, de az a baj, hogy három jel, hát tehát három jelet kéne keressünk. Hármat. És én rohadjak meg, nem látok egy olyan jelet sem, amihez kapcsolódna. Lehet, hogy ezt a képet kéne megvizsgáljuk? De itt sincs egy olyan jel se. Mert hogyha mondjuk... Várj, csak van három kép. Tehát mondjuk az első képen a kocka van, vagyis a négyzet, az oké. Okay. A második képen... Az oké, okay, hogy voltak jelek, de ott sokkal több jel van, Purple Eye, szerintem az biztos, hogy nem ide kell. Tehát mondjuk tételezzük fel, hogy az első jel, mondjuk három kép van, abból indulok ki, hogy akkor az a három jel, az a három képen fedezhető fel. Nem lehet zoomolni, vagy valami? Nem. Tehát az első mondjuk az a négyzet. Az tiszta négyzet szimbólumok vannak rajta. A másodikon én nem látok semmi jelet. Vagy mondjuk egy ilyen... Azt látom benne. És a harmadikon meg... egy kör, talán meg egy fasz a tetején, ahogy bele akar menni. Nem tudom, próbáljuk meg, gyerekek. Édes mak. Na mindegy, próbálkozzunk, meg lesz ez, tehát elméletileg akkor ide. Édes Isten. Tehát ide az első az ez, mondjuk tegyük fel. Akkor második. Egyszerűen nem tudom, fogalmam nincs, gyerekek, kakukkos, mondjuk a másik az. Várjál. De most jön a hack. Hát de hol legyek? Ez az egy ajtó nyílt ki. Ez a logic. Tehát így se lesz soha vége, annyi rohadt jel van, hogy nem lesz kész ez így soha. Hát egyszerűen nem értem, gyerekek. Fogalmam nincs, mit kell csinálni. Na várjál, lemegyek. Nézzük át még egyszer a zónát, mit szóltok. Legalább... Most nézz oda, geci. Ja, értem. Hát persze. Sumé Rékirú mester vagyok, gyerekek. Ez most hip-hop megfejtjük. Mi a büdös faszom ez? El most komoly. Ajaj. Semmi patent nem látok benne. Semmit. És az ég egy adta világon semmi patent nem látok benne. De hogy a QT nagyon részletesen kell átvizsgálnunk minden gyerekek. Egyszerűen ez elképesztő. És most hogyha
És most, hogyha ezt elforgatom, akkor becsukódik? A kurva életbe. De ez egyébként tök érdekes, hogy... Uh-oh. Na azért mondom. Ez a száz év magány zsuvérul. Hát szóval srácok, nem tudom. Hallott Pracli, egyébként elmondanám, hogy a Streamlabs OBS ezzel a játékkal is... Ezen van egy háromszög jel. Várjatok csak. Mi van akkor? Elképesztő. És most ha ezt elforgatom, becsukódik? A kurva életbe. És hogyha ezt így... Nem tudom, hogy mekkora faszmákkal nyitottuk ezt ki, gyerekek, ez valami elképesztő. Tehát ez valami elképesztő, hogy ez kinyílt nekünk. Kell találnunk valami pomuklis füzetet, vagy valamit, amivel el tudok indulni. Egyszerűen ezt nem tudom megfejteni, fogalmam nincs, mit kell bele csinálni. Ugye ez az egész itt le van zárva. Ez le van zárva, ez az egész itt van, ez a szar. Ide nem tudunk jönni. Akkor az az ajtó, az is le van zárva, oda se tudunk menni, de viszont legalább megnézem itt ezt, mert lehet, hogy... Tehát itt van ez a jel, ugye? És ezen is ül egy madár. Nem tudom. Itt van ez. Édes jó Isten. Várj csak. Első, mi volt a második? Egy ilyen háromszög. És mondjuk ez. Akkor szopjál le. Tehát ez valami elképesztő, ez a game mode. Repülj el ide. Szerintem is az állomásnál kéne keresgélni. Gyerekek, itt most így lehajtom a fejem, és így pixelenként végigmegyünk a pályán, mert itt konkrétan itt ilyen cetli lesz majd vágod valahol, vagy itt tudom én. Tehát, hogy itt ezt itt úgy kell megvizsgálni a területet, hogy ilyen atomanti módon. Ugye itt van valami, de ezzel nem bírok interaktolni, tehát ezzel semmit nem lehet csinálni. Itt se tudunk semmit csinálni, és akkor itt van ez a kar, gondolom ezt mondta a higany. Ez az, ez most ki... Ott egy játszótér! Meg itt is van egy madár. Meg itt is van egy jel. És most itt az számít, hogy ki csipog? Mennyit csipog a madár? Már ezek csipognak. Ott a nagy ancsór. Hát már józni kéne. Ja jó, hát persze. Ezt már is értem. Ez a feladat sokkal könnyebbnek tűnik. Mi nyugi gyerekek, mindjárt végigjátsszuk ám. Milyen büdös fasz ez? De nem bírok bemenni se. Nem lehet ezt így megtekerni valahol? Vannak rajta likak. Meg van egy nagy... Az mi az ott? Valami állat? Jó, menjünk tovább, de legalább most tudunk menni még irányba. Ezt a gombát nem lehet főszedni. Hopp! Oh my... Stella. Ezt elraktuk. Az első item, ami nál... Itt a kód, geci! Itt a kód. Csak nem tudom, hogy kell nézni. Ja, hogy ezt nem vihetem el. Az anyád úristen itt. Akkor... Mert most komoly.
Na ne. Most ez mik ezek? Csodálatos. Édes faszom. Na nézzük, mi van itt. Even with complicated calculation, he solves them so very quickly. And he stays alone in this corner. I haven't seen him leaving for a beach, staying on his own close to the rock, which had shaped like a fish. Such animals on a silent content. When I asked him where he had seen these animals, at night in my dreams. Igen. Ja, értem. Oké. Tehát ezek ilyen számítások akarnak lenni, gyanítom. Tehát mondjuk összeadás, vagy hogy kell nézni, lefele, vagy oldalra? Szerintem lefele. Na, keressünk két ugyanolyan jelet, gyerekek. Hát ez kurva jó. De jó, hogy deriváljak, bazd meg, mi legyen ezzel? Két pöcök, kettő. Ez tuti ilyen, tehát mindegyik egy számot jelöl, az biztos. Az biztos, hogy mindegyik egy számot jelöl. Valószínűleg a pöty lehet az egy. Mondjuk tegyük föl, hogy a pöty az egy. Ezért a kettő. Mondjuk az három. És a pöttyát húzva. Ó, bazd meg, Móni. Az a baj, hogy van egy vonal is. És én azt hittem, hogy a pötty az az egy. De a pötty az biztos nem az egy. Tehát mondjuk a pöttye vonallal azt szerintem... A ferde vonal a tenger borajlása. Talán a pötty meg az a vonal az a 10. Szerintem biztos, hogy számok. Biztos, hogy úgy jelent, és számot jelent. Ez olyan, mint az ilyen sumér, vagy az akkád régi baszás írás. Biztos, hogy nem betűket jelöl ez, ez 1000%. Ez tudja, hogy számrendszerbe kell itt gondolkodni. És mondtam, milyen faszomba. Lehet, hogy szögeket kell nézni. De az olyan jó, mert valahol nincs szög. A kurva élet. Hát nagyon nem babacsenkó, gyerekek. Nagyon nem babacsenkó, hogy ezen van valami? Nem, szerintem egyébként ez a kóda izéhez. Hát a vonal, a V betű, meg a kör... Na várjatok, ehhez idehozom viszont a telefont. Ez alapján megpróbálunk ott majd csinálni valamit, de ezeket le kell fotóznom. Ezért nézzük, milyen lesz a végén a boss. Csapus! Már ezek ez egyébként nem, ez egy komoly játéknak tűnik. Az a baj, hogy ez ilyen túl... Jó. Akkor ez megmond, de ezeket miért nem tudjuk elvinni egyébként? Legalább annyit adhatna a game vágott, hogy... Már megint itt a Stella. Ennyi Stella. Hát nem erre tanítottalak, Mónika. Mind lefotózzuk, és akkor szépen kideriváljuk. Remek. Lake Kubilius. Na jó, hát szóval ide, igen, ezzel nem tudok mit csinálni. Szóval akkor most megfogjuk magunkat, és szépen elrongyolunk ide a hídra. Nevezd meg itt is, itt az ancsórjel. Ez mi az Isten? Elég érdekes a grafik így este, ez a kék izé puttony, ez... Aztán így nem fogunk meglátni semmit, na de mindegy. Na mint ha ezen múlna. Igen, is kell menjek Budira mindjárt. Hát ez mi? Móni, gyerünk! Maradjunk az úton, mert fingom, hogy jó vagyok. Azt, az mondjuk ott az a hold, ez vagy mi az Isten, az jó néz ki ez a bolygó. Az jó néz ki, gyerekek, az a bolygó. Fingem is, hogy jó vagyok. Mint ha eljöttünk. Pasz meg, Móni, megkerültük az egészet.
Itt vagyok a kezdő. Ez viszont jól néz ki. Hát az a baj, hogy ezek nem puzzle-ök, vagy nem tudom, mert nekem egy nagyon érdekes kérdéskör most jelenleg. De szerintem most azt a izét ki fogjuk tudni nyitni, gyerekek. Ha más nem, akkor megpróbálom a variációkat. Vágod benne? Az te kész. El kell menjek budira. Nyugi, csak kicsi dolog. Na szóval följövünk ide. De hogy ezt az ajtót hogy nyitottam ki, gyerekek, azt ne kérdezze meg senki. Ez kinyit magától. Jó? Maradjunk annyiba. Na szóval, most elmegyek budira. Na, srácok! Hát akkor most, hogyha kinyitjuk ezt az ajtót, akkor... Na most előveszem a telefonom. Magyben, kezet most el! A magyben extrém módon tisztán tartom a péniszem, szóval nincs szükségre. Aki meg lehugyozza a kezét, az meg úgy járt. Na, nézzük csak! Ennyi időt ki sem tudom, hogy Szevasz Lockdown, hello a nagyapa, üdvözlet! De gyerekek, nézzük meg ezt a pöcskösszerű jelet. Tehát azt mondja az ember, hogy ide kell egy vonal. Mondjuk, tegyük föl, próbáljuk meg, jó? Próbáljuk meg. Tehát egy vonal, aztán ide kell egy V betű. Olyan van, amin van pötty. Olyan V betű, amin van pötty. Nincs bazd meg. Jó, akkor ide lesz simán csak egy... Az nem jó, mert ezek a fordítva van, Mónika. Jó, és akkor ide meg egy kör és három vonal. Nincs olyan, bazd meg. Nincs olyan. Nincs olyan. Jó, akkor... Hát ez csodálatos. Egyszerűen nem tudok erre rájönni. De lehet, hogy ehhez kapunk infót itt a székbe? Na gyerekek, fejtsük már meg. Gyerünk, mindenki dobja össze az összes extra tudást, ami benne van a fejébe, és valamit törpöljünk ki. Tehát ilyen nincs, hogy megakadunk egy bözelején. Szükségem van mindenkire, gyerekek. Agyvelő pucolás on, és ezt az első feladatot, ezt most meg kell oldanunk. Fingom nincs, hogy itt most mit láthatok egyébként. Ez a táncoló buthané szobor, valami... Sellő, bazd meg! Vagy hogyha láttok jelet, vagy valamit, ami fölött én elsiklok, akkor szóljatok. Móni. Itt vagyok, veled vagyok, de nem számíts. Jó, tanultál Lockdown, jó van, csak kíváncsi, rákerestem a game-re, YouTube. Csak olyan videók vannak, hogy milyen szép a táj, semmi akció. Nyugi gyerekek, mert megcsináljuk, csak nem tudom, hogy... Várjál csak. Keci. Esküszöm, hogy most minden erőmet arra fordítom, hogy valamit meglássak, de nem látok semmit. Mert ez ugye tökéletesen szimmetrikus, de nincs olyan jel, ami nekem kéne. Itt sincs olyan jel, de még a közelébe se.
Itt sincs olyan jel. Tehát akkor nem értem, miért mondja azt, hogy a szék, hogy a szék a megoldás, mert nem. Vagy ne, én nem látok semmit, gyerekek, semmit. Na, de sok szorakodásért megjavított a vonaljót. Tehát, hogy ugye itt azt mondja nekünk az ember, itt, hogy elzárt az infót, és meg kéne jegyezni a kódot. De hogy hogyan tudná leírni leírás nélkül, és ott jobban sarokban azt írja, hogy the chair, a szék, Móni. Itt meg, ott is van valami, a gyerekek, akkor ezt most permutáljuk ki innen, mit szóltok. 1, 2, 3, 4, 5. Tuti, hogy itt az a megoldás, hogy valahogy ezt sorba kell rendezni, de hogy? Azt nem tudom. 2, 4, 3, 5, 1. Pak. Faszom. Nem lehet legugóni se. Egyszer nem értem. Igen, a madaraknál voltak ilyen jelek, csak nem értem, hogy mi alapján kéne sorba rendezzem, mert... Megvan. Csipog, bazd meg. Várja, csipog. 1. De mindenki más csipog, bazd meg. Mármint, hogy ugyanonne. Hangmagasság alapján nem sértem. Ó, megvan, bazd meg. Nem, megvan. Tehát úgy kell, addig kell tekerni mindegyik szimbólumot, amíg a lenti madár, amelyik szimbólumnál van, ahogy az kizél, csipog, bazd meg, úgy kell beállítani. Vágod? Úgy kell beállítani. Ahogy a lenti madár csipog. Addig kell tekerni, míg ez a madár úgy nem csipog, ahogy a lenti. Tuti. Úgyhogy, most megkeressük ezt a dupla szíves jelet. Bazd meg, Móni. Várjál csak. Hol volt a legközelebbi jel? Itt, ugye? Nem. Itt volt egy, azt tuti. Holy mother of lófasz. Na, itt volt egy jel. Itt. Csipog, köcsög. Ebből az a baj, hogy kettő jel van, ezt is le kell fényképeznem, hogy a széle is jó legyen. Addig hallgassuk és próbáljuk meg elfogadtatni az agyunkkal ezt a fajta hangterjedelmet. Kurva anyád, madár. Várjál. Jó lesz. Ő az. Ő az. Ő Pipacsenko. Akkor keressünk még jelet. Gyerekek, végre megvan! Most már csak meg kell találnunk a jeleket. Ez az. That's the solution. Ez az. Akkor egy jel, az tuti, hogy volt itt lent jobbra. Ez az, Móni.
Egyébként, ha az öt jelből négyet megtalálunk, az már elég, az utolsót már csak be tudom tekerni, ugye, az már random lehet. De az a lényeg, hogy négyet megtaláljunk. Itt volt egy ilyen pumukli. Ez meg hol is volt? Itt is volt egy jobbra, meg itt balra is volt. Itt is volt. Itt. Gyere csak ide. Mi a jába ez meg? Ez így le kell fotózni. Azt hiszem ez a második ott fönt. Várjál, nem. Nem lehet journalozni. Nem lehet, mert... Vagy várjál? Nem lehet, mert ez ilyen izé, nem tudom, nem enged. Nem. Nem enged. Na most valaki bejön a csatára, az biztos hülyének néz. Faszom. Igen, ő az. Ő az. Ez jó. Akkor menjünk tovább. Hú, bazd meg. Inkább hallgatom, hogy tétenét. Fasza. Oké, megvan még egy gyerekek, ez jó ír, akkor erre eljövünk, mert itt is van egy. Valahol. Azt hiszem emlékszem, itt kell, hogy legyen egy, ugye? Vagy nem volt itt? Bazd meg, ez nagyon nehéz ez a játék, srácok. Az igazság, hogy ez durva. Miért egy nagy rozmár, bazd meg? Itt van, itt a madár, úristen, de messze van. Jó, tehát ez a két háromágú. Na, ezt megjegyezzük. Oké, ez menni fog. Ez károk csak. És két ilyen három levelű pumukli. Persze, hogy ilyen messze van, hallod? Itt van ő az. Oké, ő az, megvan. Akkor már csak egyet kell, és az utolsót ki tudom pörgetni. Ez az. És az utcsó, egy az pedig ott még van lenne a parton. Hú, bazd meg. Mónyi. This game. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nulla infót kapsz, vágod, azt álljál neki, bazd meg. Őrlet. Hogy itt ki ez az ajtó, azt meg mindig nem tudom. Ne kérdezze senki. Itt csak kinyit. És maradjunk annyiba, hogy ez tudatos volt, jó? Mit szóltok? Várja, itt volt len a parton, Móni, oh shit! Mindenre rá kellett jönni.
Hát ez is olyan, úgy érzem. Na, itt volt lenne a parton, ott a végén volt a madár, te. Jesus, mother. Te énekelj! Tehát... Jó lesz! Hol bírok fölmenni? Baszki, rábaszunk! Ja, itt a följáró. Nem, nem. Hülye, el fogom felejteni! Ez olyan, mint valamilyen tájcsaj nyögés közben. Márjá... És a szívecskés jel volt. Többször nem csinálom nyugi, sorry. Kurva anyád. Itt a szívecskés jel. Ez az. Oké. Okay. Megvan. Tehát ez megvolt, ez megvolt, ez megvolt, ez megvolt, akkor csak ez kell. Az utolsó volt, bazd meg a jó! Keci! Vén! Mi? Rakta basz. Tojás. Kukutyi, hol vagyunk? Mi az Isten ez, bazd meg? Répa? Ott is répa van? Hát nem tudom, nem tudom, ez mit jelent ez a rajz. De csodálatos. Elraktuk egyébként ezt a rajzot is, tehát őrlet. Jó, hát akkor kaptunk két itemet, gyerekek, amivel fingom nincs mit kell csinálni. Tehát van egy ilyen... Hát ezzel nem gyertünk túl sokat, de az, az igazság. Na, akkor most mit csinálunk? Üljünk bele most ide. Jó, van, már ezen gondol... Látod, csak este látom, várjál már. Várjál, Móni. Így még nem láttuk ezt. Ott mondjuk van egy kupola, az az ilyen jel, de az sem... Nem tudom, azok a fönt ízek, mintha nem, nem az igazi. És itt most a jelek? Itt nem is működik az L betű. Itt nem tudom előhívni az inventory-t se.
Nem tudom előhívni. That's the fucking problem. Nem, itt én egyszerűen nem látom a... Nem látok semmit ebbe. Semmit, semmilyen mintát. Semmilyen kakukkos mintát nem látok benne. Egyszerűen semmit. De várjál csak, mi van akkor, hogyha egy szimplán... Nem kell gondolkodni azon, hogy... hogy mi legyen a jel, hanem szimplán csak be kell ütni az egyiket. Ó, a faszomat. Mindenkit ugye egy vadára zársz. Nem tudom, srácok. Ezt a feladatot, ezt nem értem, ezt. Ja, nem láttok semmit, de jó. Amin ezek a jelek vannak, ezt nem értem. Mi van akkor, hogyha azt csinálom, hogy mondjuk fordítva, tehát, hogy mondjuk ide rakom a ezt, ide rakom az egyzét, így, és ide rakom azt, hogy három vona... Várj csak! Olyan kéne nekünk, ahol három vonal van fixen. Meg egy kör. De nincs olyan jel, bazd meg. Nincs olyan jel. Lenti cédula. Na tényleg ennek fényében, hogy itt már van egy izénk, nézzük meg ezt. Hogy ez mit befolyásol itt nekünk. Ezek tök más jelek, bazd meg. Ezek tök más jelek. Ezt nem bírom megfejteni, tehát itt olyan jelek vannak, ami eddig abszolút nem volt. Tehát itt van körbevonal, meg minden. Pöcsködmön, ez nem. Ezt már pedig kinyitjuk, gyerekek, ezt ki fogom most nyitni. Ezzel még nem lehet semmit csinálni. De érted, legalább annyi lenne, hogy mondjuk elmondaná, hogy ez mi a faszom, ami itt van nálam. Ezt ide nem lehet berakni. Ez mi, ez egy tojás sárgája, vagy egy sárga golyó, bassz meg? Azt se tudom, mi ez itt nálam. Na várjál, még egyszer. Valahol itt ebbe lesz a megoldás, ebbe a képletbe. És valahogy mondjuk akkor megcsinálom azt, hogy itt van egy jel. Ez az. Akkor ide keresünk egy... Két pöcök, ez az. És ide pedig egy három pöcök. Most jönnek a kettesek, ez az. Nincs három pöckös, Móni. Nincs is három pöckös. Jó, akkor újra tervezés, akkor ide kell a T betű oldalra. Ez. Ide kell az egy pöcök háromszög. Így, és ide kell a két pöcök két vonal. Nem? Jó, bassz meg, ezt a harmadik jelet az egyik ajtónál, mint kód. Tényleg vannak azok az ajtók, gyerekek, azt lehet, hogy egyszerűbben ki fogom tudni nyitni. Próbáljuk meg az ajtót.
Én itt azt nem értem, hogy ez egy... Mi van akkor, hogyha ezt átforgatom? Virágra, bazd meg. Akkor becsukódik a faszba, vágod? Várjál, tehát most mindegyik a vonalnál van. Mi van, hogyha most mindegyiket átforgatom úgy, hogy a... Hogy a virág legyen... Vagy hogy ez legyen északfele. Ez az. Vagy lehet, hogy több fajtaképpen kinyílik. Így. Apa, így. És most ezt elforgatom egyel. Egyébként ez azért nyit ki, gyerekek, mert arra mutat ez a szar sárga izé, azért van minden sárgán, és ezt egyet tovább forgattam, nem tudom mi. És így kinyílik. Hú, bazd meg. Jó. Na, menjünk akkor le az ajtóhoz. Valakit érdekel az utolsó részletre fordulat? Fenn van Reddit. Nem lőném le magamnak. Lol. Ez mi? Basszátok meg, ez nagyon-nagyon nem egyszerű ez a feladvány. Hogy tudnánk ezt kinyitni? Itt azt... Ez tök érdekes, mert... Mert három pötty van alapból ott. És ezek a jelek speciál tök ismerősek. Hát mondjuk, hogyha... X... Pötty... Két pöcök. De mi volt ez a sorrend? Várjál már. Tehát I, X, pötty, két pöcök. Várjál már, nem azt vette be. Ló, nem azt vette be! X, pötty, két pöcök. Akkor három pöcök, X, és ez. Az egyikkel ki fog nyílni, gyerekek. Ez fix. Háromszög. Négyzet. Úha, és olyanunk már nincs. Olyanunk már nincs, bazd meg. Olyan pöckösünk a kurva életbe. Egy, kettő, kettő. Lehet, az is jelent valamit? Három pöcök. Ja. Mi van, hogyha fordítva csinálom? Tehát, hogy... Kettő, pötty, és X. Várjál, tehát a... Bazd meg. Mi lett a kód? Prologátest, honnan tudtad már? Ó, bazd meg. Ide van valami, igen, írva. De az a baj, hogy ez... Ez valami halálfejít, meg egy egyes, meg egy... Meg egy virág? Ez a... Várjál csak. Ezek a jelek voltak ott. A világító tornyon. Nem? A virág, az egyes, ez meg a nem tudom mi. Ez a... Aha, tehát... Várjál. Jó lesz, ez most jó lesz. Hogy a faszomba lépek ki innen? Öcsém, nem bírok kilépni a... What the fuck? Nem bírok... Oh! Faszom. Ugye, hogy lépek ki a... Megburdelt a telefonom! Na végre! Ez az. Ezt lefotózzuk. És akkor megnézzük, hogy a játéknál esetleg nem lehet-e vissza... következtetni ezekből a jelekből erre a kombinációra. Aranyappal kinyitottunk már egyet, igen, egyet kinyitottunk. Tök érdekes, mert az meg telefonon tök más a szín. Mint ha ilyen... Lol, várjál már. Figyelj, tök más.
Ez kurva érdekes. Más a kontraszt. Na mindegy. Menjünk csak le oda. Úristen, ez botrányosan nehéz. Nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Hoppá, Mónika! Ben vagyunk. A hajón. Moon. Megmondom őszintén, hogy nekem ez tetszik, meg kibaszottú bonyolult. És ebben nem vagyok biztos, hogy meg fogunk tudni oldani, és ez egy kicsit azért főbasz. Itt az átváltó. Hú, geci. Nincs a számológépen semmi. Majd ben! Nem működik a van! Jó, de most másik OBS-en vagyok! Nem kell egy maszk, majd megoldom én. Köszi csak szépen, hogy maradjunk maszk nélkül. Mosolygós fej. Na, sajnos szaggatott a másik OBS-e, és azért visszajöttem a klasszikra, mert nagyon akadt. Na, tehát azt mondja, sometimes it doesn't hurt to go back to old methods. Angular diameters are a simple and quick approach, but it's most terribly accurate at the level of the cosmos. Tehát itt ez micsoda? Ez a távolság, és ez meg az a nem tudom milyen együttható, vagy mi a faszom annak a neve, ami két izé között van. The mission must be a joke. I'm wasting my time, risking my life, and for what? Szevasz, Darkun! Hali! My technique is there, is no technique. I miss you so much. D egyenlő rad S. Aha. Ezt egyébként most értem, mert itt van egy rad gomb, amit nem bírok megnyomni a számológépen. Remek. De hát a számológép konkrétan nem működik. Oké. Okay. Csodálatos. Hát ez valami fantasztikus. Remek. Tehát megtanultunk kozmoszt deriválni, gyerekek. Nem, mint hogyha ezzel olyan kurvára sokat értünk volna, de mondjuk ezt nem bírom kinyitni. Danger, radioaktív. Ajaj, bazd meg. Gyerekek, egyébként meglehetősen sokáig eljutottam ahhoz képest, hogy indult. Mik a gyengenek magulni? Ez hülye. Azt a rohadt. Ez kurva nehéz, gyerekek. I know this mission is important and a man's life depends on it, but we miss you so much, although they took her... Hoppa. Jó, az egy családi... Na, Móni. Itt egy mini számítógép. Szevasz, Nuevo! Most beütöttünk valami kódot. Most működik? Már esküszöm, már bazen minden gombot megnyomok rajta, mert a játék úgy van összerakva, hogy... De most mi történt? Formáder rássa? Hoppá! Na itt egy szék, üljünk bele, azt lőjük ki magunkat a picsába. Mit szóltok? Execute. Virtual Reality Program Error Failed to PRG. Mi az a PRG kiterjesztés? Na, informatikusok? Ajaj. Oké, tehát itt valami nem működik. Meg kell rugdosni, gyerekek, ez orosz gyártmány, ez ide nem kell semmi. Hoppá, itt a fiók. Oh my fucking
Várjál csak majd, várjál. Ez a büdös sárga köcsök tojás, ez hova kell? Hova kell ez a tojás? A gyerekek, így nem működik semmi se. Most beütöttünk valami, itt is van egy fiú. Hát most már mindent értek. Na jó, nem. Ezt is elraktuk valahova. Pászt meg. Esküszöm, már minden pixelt meg kell nézni, Mónika, mert itt... Nem tudom, tehát... Ez csodálatos, de... Na jó, menjünk vissza az eredeti ötletünkhöz. PRG is a Visual Fox program, Visual Fox is a data-centric object-oriented project programming language produced by Microsoft. Jó, Istenem, baszik. Vladi megölte. Stupid garbage, stupid American idiots. Stupid shit. Na itt is van ám egyébként valami. Oda is egy panel, bazd meg. Na hát, ez a másik. Ez itt most mi? Aha, csak nem lehet megnyomni rajta sem. Hopp. Na ne! Na ne! Ott is egy sárga gömböc, Mónika! Ha most van kettünk. Program, tegyél valamilyen programforrás, hogy ott a pont. Na ez mi az Isten? Long ago, our ancestors thought that our planet Miho was at the center of the universe and the sky. One day they discovered and hid the fact that Miho was simply a little planet that revolves around in the sun like all the others. Aha. Tehát megjött itt is az, ugye nem a, mint a földközpontúság, vagy tehát mit is tudom, rájöttek, hogy van naprendszer magyarul. De kirogatja, geci. Lol. After several months of study, I think I understand. Everyone was wrong until now. The sky maps, which we were used to make the planetarium, indicate many locations. But at no point do they indicate the size of those planets. The values that our ancestors took to determine the size of the planets are in fact only a value indicating the presence of a rare mineral sold by those who come from above. So the whole planetarium is a fake. The size of the planets doesn't match reality. Oké, tehát itt rájött valaki, hogy az egész pöcsködmön magyarul. Mert nem. Mert méretügyileg ezek a bolygók nagyon el vannak baszva. Itt a sárga, várjál. Itt a narancssárga, ugye ez az? Nem, ez mi? Pek. Nem lehet belehelyezni semmit, Bóni. Az a baj, sötét van, és szarok a fényefektek, nem látok semmit. Majd mindjárt kisüt a nap, gyerekek, megnézzük megint. Ezt nem lehet belerakni. Nem jó. Lehet, hogy ide kell belerakni? De nem lehet. Úristen, és itt is ilyen vonalakkal össze van kötve. Ezt valahogy meg kéne tekerni, tehát ezzel lehet látni, hogy ez már olyan puzzle lesz, hogy majd ilyen tekerős. De nem mozog. Konkrétan nem mozog. Basz meg. Ez nem működik, Móni. Ez a baj. Jó, tovább megyünk. Jézus fakja. Úristen. Aha. Itt a minta benne, gyerekek. Várjál, mert már látom benne a mintát. Tehát jövünk lefele számokba. Aha, így kezdődik. Tehát ez így megy fölfele. Tehát pötty, 1, 2, 3, ezt még tudtam. 4, a kereszt, 5.
Nincs olyan dolog, amit tekernik. Újabb mondat, mi lehet, amit sose vagy szexhez, mert nem lehet beengedni, Módi. Igen, tehát ez így, ez az lehet, hogy 10, nem? Tehát, hogy mondjuk 10, 11, 12, de akkor mi a pont? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. De nem bírom belerakni Mónika. Hát nem bírok bemenni ebbe a szarba. Itt megállt a tudomány. Eddig tudunk behatolni, gyerekek. Ez igen komoly problémakör. Nem bírok bemenni. Nem bírok bemenni. Nem enged be ez a puttony. Nem bírok bemenni oda a közepire. Nem enged be. Persze, bedobom. Várjál. Darkon, figyelj. Bam! Nem megy. Fuck. Itt a falak. Itt egy lik. Várjál már, Móni. Itt nézett ki, Déri Mik. Na még ez is jelent valamit, bazd meg. Ez, hogy itt a 20-asnál. Úristen. Mik ezek a likak? És itt miért van egy ilyen... Na, most már vannak színek a gémbe, ez remek. Hát ez valami elképesztő, gyerekek. Az az igazság. Baszódjon meg ez a játék. Szoptat. Ez egyébként egy igazi szoptatóra című játék. Tehát ez ami botrány. De ezek a likak, ezek mik? És ez tuti, hogy ez jelent valami. Az a baj, itt is négy ilyen pumukli izé van. Mert akkor még azt el tudnám képzelni, a három lenne, hogy ezeket a jeleket kell oda beüszkölni, de... Tehát itt egy... Egy ilyen... De ott látnom kéne valamit, nem? Ez egy... Ez is egy... Ez is egy... Meg ez is egy valami. De mi? De mi az Isten? Kókleres. Na menjünk egyet tovább, de mert itt vannak ezek a hülye jelek, ami jöttünk. Nem, egyébként most egyre jobban kezdjük megérteni, az azért túlzás, de most már ismerősek a jelek. Itt a hal jel. Várj csak, itt is van egy fiúk, bazd meg. Találtuk még egy ilyen ködbön golyót. Már három van. Elnézést, de itt nem csak egy rajz volt, Móni. Múltkor. Hát ha ez is jelent valamit, akkor én most itt leszopom magam. Na gyerek. Én. Ó, itt van valami. Ija. Ezt is elraktuk. A puzzle-ok akkor érdekesek, mikor mások vagyok meg egyetlen egy thriller filmben. Szevasz, Vladimir! Köszi szépen, aranyapa! Üdv a csatén, üdv, szevasz! Általában, mint a nem lenne elég szapás, hogy hétfő van, meg délutára is kitalálsz valami finomságot drukkolok. Kösz, aranyapa! Hát nem tudom, meddig fogunk eljutni benne, mert borzasztóan nehéz. Most nagyon-nagyon próbálok koncentrálni. De ez az egész olyan... Várjál csak! Tehát itt azt kell nézni, hogy az input-output részt, hogy hogy jönnek egymás utána ezek a szarok. És itt ugye az akkor, várjál csak, azt jelenti, várjál. Tehát kell nekünk egy hal. Úristen, de ennek három izéje van, bazd meg.
A hal után kell egy I betű, és annak az I betűnek kell egy ilyen háromszögnek lenni a jobb oldalán, ha elméletileg minden stimmel. Hát kurvára nem. Alatta van, tehát az akkor alá jön, de mondjuk az akkor így. Így, és akkor kell egy virág, aminek a bal oldalán van egy kör. Hát ez kurvára nem stimmel. Leginkább talán azért nem, mert nem értem azt, hogy ez hogyan függ össze azzal, hogy milyen kódot fogok beütni. Várjál csak. Ebben mi volt? Várjál, jött egy journal üzenet, Mónika. Entry. Na. Find the origin of the distress signal. Confirm the link with the Lutetian astronaut. Return safely with the beacon and any other object you might discover. Okay. Köszi. Entry 2. Mit szólnátok, ha tennénk be közben zenét, gyerekek? Hm? Szerintem ez ide, ehhez teljesen jogos lesz egy kis muzsika. Látok, bepörgetünk valami kis lazát. Ki kell találni, hogy... De az a baj, hogy nem lehet mozgatni, aranyapa. Vágod? Tehát mozgathatatlan. Meg egy kis porec is mehet a jobb perc is. Na várjátok, ezt majd elolvassuk. Pak. Na micsoda, nem kell mozgatni, fejbe rakd össze. De és hogyha kitalálom azt, hogy oda mennyi karika kerül, az hogyan segít nekünk? Nem értem, Purple Eye. Ahova kerül a hal, az a szám lesz az. Tehát, hogy a zöld az mondjuk, a zöld, de várj csak, ennek zöld a széle. Várj, ennek zöld a széle, és ott a zöldnél van egy ilyen kis karika. Van karika izé nekünk? De viszont ilyen félkör van. Mozgathatatlan... Igen. Megvan, megvan. Oké, tehát itt van ez a hal, de várjál csak, de ennek nincs színe. Itt ez ja, de van színe, ez a narancssárga. Tehát a hal a narancssárga színű, várjál. A hal a narancssárga színű, itt van négy pöcök rajta. Tehát négy. Oké, tehát akkor az első számunk mondjuk a négyes, jó? Az első szám a négyes. Akkor van egy I betű, ami a zöld. Tehát akkor 4-1, és van egy virág. 4-1. 4, ez mi a faszom? Ez barna? Ez barna. Ez legyen barna, jó? 4-1. Ez a szín, ugye? Melyik szín ez, bazd meg? Hoppá, ez nincs itt. Akkor az a pont. A pont. Tehát 4-1-0. Na nagyon remélem, hogy így, hogy ez a logika, mert itt végül is megkaptuk a számrendszert. Itt megkaptuk a számrendszert. Tehát 0-1-2-3. 0-1-2-3-4. Tehát akkor négyzet, vonal és pont. Négyzet, vonal és pont. Négyzet, vonal és pont. Nem,
Nem azt tettem be. Négyzet, vonal és pont. Hal, egy virág. Valamit kimisszeltünk. Aha. Ajzé, össze kell rakni most még a... hogy jön sorba. Tehát egyébként akkora izé nem lehet itt már, mert ez egy hármas kombináció. Tehát itt ugye ezt a hármat kell összerakni, tehát ezt most már én bazd meg bekombózom. Az egyik ki fog nyílni. Tehát ezt megcsináltuk, akkor kezdjük ezzel. Tehát vonal, négyzet, pötty. Ugye ahogy a kirakó darabjai álltak. Vonal, pötty, négyzet. Oké, akkor pötty, vonal, négyzet. Pötty, négyzet, vonal. Hoppá! Na, akkor gó vissza. Nézzük meg, hogy mit rontottunk el. Szevasz, proféta! Halió, aranyapa! Sziasztok, maximális csicsorélmény, vettünk egy új tévét, és már tudom nézni a Twitch-en. Aranyapa, az GG! Köszi szépen, hogy itt vagy. Köszönöm, köszönöm. Hát, és jó szórakozást, egy iszonyat nehéz logikai game-mel játszunk. Ez tényleg durva. Ez tényleg durva. Szerintem itt egyébként ez nem ilyen egyszerű. Várja. Még egyszer színeket, mert lehet, hogy csak itt a... ahogy lement a nap, elbasztuk a szín kombinációt. Hoppá, Móni. Tehát a hal, az a narancssárga. Az stimmelt is, ugye? Narancssárga. Ő a narancssárga. És a narancssárgán... ez meg, de nem lehet látni. Ezen négy ilyen kis pöcök van. Ez fix, ugye? Négy darab pöcök van rajta. Négy darab pöcök. Négy darab pöcök. Jó. Tehát ezen négy darab pöcök van. Aztán jön az i. Az zöld. Az itt is kőkeményen látszik. Itt az i. Ezen egy darab pöcök van rajta. És utána jön a virág, ami meg a barna, tehát jó gondoltuk. És a barnán, ott van például a barna, de nincs rajta ezen a hurkán. Azt hiszem én ezért túl fáradt vagyok, csáó. Jó legyél, dalai gandiláva! Csáó, csáó. Jó pihit. Bazd meg, ez most már kezd főbaszni. Nagyon nehéz. Nincs itt még valami info erről az egészről? Itt ez mit mondott? Micsoda, de ez most elárult itt valamit vele, csak hogy ott a beachen. Cross to the rock with shaped like the fish. Lehet, hogy oda még el kéne mennünk. De azt mondja, hogy van egy hal formájú szikla. Hogy oda szokott menni mindig a gyerek. Lenne a beachen. Ergo. De most oda le kell rongyolni. Hal formájú szikla. Ez meg jó van, akkor lemegyek oda. Megnézzük hát ha. Hát srácok, ez le a kalappa a game előtt. Ez nem bízta életlenre ezt a dolgot. Ez borzasztóan nehéz játék. Nem is játék ez, bazd meg, hanem ilyen kibaszott ilyen IQ betyárkodás. Durva cucc. Na szóval azt mondja Móni, hogy itt. Ez meg ezek is jelentenek valamit, te, a rohadt életbe. Az a baj, hogy itt nincs olyan dolog, amit mi fel akartunk fedezni. Én nem látok hal alakú, azért itt semmit.
Kár, hogy ilyen izé van benne. Ez mi a lófasz? Hoppá, Mónika, itt is van valami. Álvar Udrász, Anthony Hermat, Marcus Michael Egger. Thank you. Ez valamilyen easter egg itt? Készítőknek megköszönik? Ajja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 jj
Pedig itt van valamilyen... valami. Jó, hát életbe. Mit évők legyünk, Móni? Hídon is van. Nézzük meg a hidat. De ezek a forgatható pumuklik, azt se értem, mire jó te. Holy shit. Agy zúzda, bazd meg. Ezek is mik itt. És mikor lesz már világos? A legfontosabb kérdésem. Várj, akkor ugyanezen az elv alapján akkor ebből úgy lesz valami, hogy geci. Itt a megoldás a föntihez. Bazd meg, és eltaláltam, édes faszom, hogy hogyan nyílik ki. Ugye itt van, én abból indultam, hogy amerre mutat ez a sárga puttony az ancsor végével, ugye arra fele néz a három darab sárga szar. Tehát úgy kell képzelni, hogy itt a világítótorony, és ez a bal eleje. Megvan? És mindegyik sárga négyzet arra fele néz, amerre az ancsor vége, és a bal elején van az egyes, és bazd meg, ezt kitaláltam enélkül, geci. Édes jó Isten. Ja, jó van, de legalább most már tudjuk, hogy hogyan nyílik ki. Ajaj. Huha. Majdnem bug volt. Kitaláltam. Hát az kitalálás. De most hogy a full izé, az egyébként abban lehet valami ilyen izé, hogy az a zöld négyzet, hogy a, vagy az a sárga négyzet, vagy mit tudom én. Ebben nem láttok valamit így este? Nem mi? Ebben nincs semmi. Hihetetlen, hogy milyen buziságokat kell nézni ebben a játékban. Nem értem, hogy mi a baj, gyerekek. De gyakorlatilag itt a megfejtés, ez megtörtént. Tehát ennél jobban ezt nem tudom, hogy mit lehetne csinálni vele még. Vagy induljunk ki abból az elvből, hogy... De nem, az meg nem lehet. Nem tudom, mi a fene lehet a baj. Tehát 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Négy, egy, nulla. Nem értem. Ide se lehet rakni ezeket a pumuklikat. Szóval nem megy bele a ligba. És ezek a színek... Ez is tuti jelent valamit. Hogy melyik lámpa milyen színű, hallod? Rohadjak meg. Narancssárga színű. Sárga színű. Akkor ide jön ez. Ide. Egyszer nem tudom, nem tudom. És az az érdekes, hogy nem tudok bemenni, és nem tudom mozgatni ezt a szart. Vagy lehet, hogy ide kell berakni. De biztos nem. Ugye ez itt zöld, ez az egész rész zöld. Azt a kurva! Lila színű.
Lehet, hogy ez számít valami alapnak, és hogy nem úgy, nem egy ilyen konstans szám, számozásról van szó, hanem hogy mondjuk a szín határozza meg, hogy honnan kezdődik az egy. A lámpa alapján. Vágod, ez meg valami ilyen piros rész itt. Lemegyek ide is, mert itt is volt valami. Próbázz meg. De ez őrlet. Ez őrlet. Nézzük meg ezt, hogy ez itt mi. Másik ajtó, oda megyünk most Purple Eye. Vagy erre itt nem lehet még eljönni, by the way. Ja nem. Vagy lehet, hogy de? Itt átjövünk. Hogy halak vannak, mondjuk. Oké, nincs tovább, ennyi volt. What? Ide majd kell akkor valami lapá. Mert itt volt valami. Mi az Isten ez? Atya úristen. Mindegy, a madaras részt megfejtettük, az már úgy fasza. Az se volt túl egyszerű. Ez itt mi? Itt van valami kő. Oké, tehát itt... itt kéne valamit... találnunk. Mi a franc? Ez is lila. És ezen nincsen jel. Próbáljuk meg itt. De mások, hogy... Ja nem már, ugyanaz a számozás. És az... Az is ugyanaz, tehát ez ugyanaz az ajtó. Akkor próbáljuk meg így, gyerekek. Próbáljuk meg így. A hármat, vagy ezeknek a... Pazd meg, itt nem bírok. Itt nem lehet interaktolni, lol. Merenied! Hello! Itt nem lehet, ezzel az ajtóval nem tudunk semmit kezdeni. Ez nem nyílik. Ez nem nyílik. Hú, te. Hú, ez, de ilyen nehéz játéka nem játszottam soha még. Soha, ez... Azt kell mondanom. Még apá egy dagál is van, remélem azt nem kell figyelni, mert akkor szopom le magam. Ez nagyon nehéz. Ez le a kalappa. Tehát ez őrült challenge. Pú, bazd meg. Ez botrány. És ugye még az... Ááááá! Mi van akkor, hogyha ez a... Mi van akkor, hogyha ez a három darab szám, vagy jel, ez a fönt izének a kódja. Akkor mi van? Mert az még konkrétan lehet. Bár nem valószínű. Meg itt is van egy ilyen háromszög ajtó. De ez nagyon durva, hogy ezt kinyitottuk így randomba, bazd meg. Tehát ilyet, geci. Na, ennyi. Na, egyenesen kell nyomni. Tehát, mi van akkor, ha itt... Az a baj, hogy itt is izéket kell nézni, tehát... Na mindjárt meg itt ezeket kipróbáljuk, jó? Tehát hogy volt? Volt a négyzet, a vonal, meg a pötty. Csak az a baj, hogy itt biztos nem ez a megoldás. Mert itt annyi más jel van, hogy itt biztos, hogy nem az a megoldás. Itt lehet, hogy már kettőt össze kell kombinálni. Na de várjál, itt van ez a... Ez. Mert itt ugye most már tudunk számolni, tehát 5, 0, meg 2. Három, öt. Várjatok, bazd meg, rá kell jöjjek erre most. Nem látom benne, nem látom a mintát, faszom bele. Nem látom a mintát.
Ez is valamit jelent, basszus. Ebben a rohadt játékban minden jelent van. Nézzétek, csak ott is vannak jelek. A térkép alján az a csík, az amint a vonalzó. Meg oldalt is végig. És azt mutatja ott, hogy öt ilyen kis pöcök, az felel meg egy ilyen vonalpöcöknek. Meg kéne értenünk ezt a számozási rendszert. Ez biztos nem lesz jó, de megpróbálom, mert itt annyi más jel van, hogy itt kizárt, hogy ez legyen, de megpróbáljuk. Kizárt. Ja. Az a baj, hogy itt ugye ennek a kombinatorikai izét meg kéne most csinálni. De kizártnak tartom, tehát itt annyi extra izé van hozzá, hogy itt az nem lesz jó. Az nem lesz jó, gyerekek, itt nem ez lesz a megoldás. De figyeljetek! Ez a levél, de ez itt el kéne, hogy árulja. Tehát my memory is letting me down. I can't leave my papers without any security. There are lists and important information. I must lock them up. But how can I remember the code? How to write it without just writing it. The chair. Tehát a szék. Tehát utal nekünk, hogy innen ide. Tehát gyerekek, valamit itt kurvára nem veszünk észre. Ugye már nagyon sokszor bementünk, de itt valamit nem veszünk észre. Itt. Itt ebben. Itt van valami, amit nem lát senki. Mit nem veszünk itt észre? Mit? Azok az 1, 2, 3, 4, mert tudom, hogy olvasni ezt kellett valahova. Hát aranyapa, igen, láttam azokat a jeleket, csak... Várj csak. Ja nem, ott nincs semmi. Csak nem vagyunk előrébb azzal, az a baj, hogy azokat a számokat ismerjük. Mert azokat már elmileg ismerjük. Tehát 30-ig megvannak a számok. Ami nem feltétlen biztos, hogy úgy van, de... The chair. Én nekem meggyőződésem, hogy a képek árulnak-e valamit a kódról, csak fingom nincs, hogy mit. Vannak kis hokedlik, igen. De... Kettő darab, három darab, négy darab hokedli van. Lehet, hogy az adott székhez tartozó magasságba izét kell számolni, nem? Az kizárt, az egy nagy fasság, nem? Az oszlopok mögött. Igen, tehát azok a jelek valamire biztos, hogy kellenek, free moments, csak azok nem ide, mert ott azok a jelek, azoknak a jeleknek nincs semmilyen legit közük a mostani jelekhez. Az valami nem tudom mi. Bazd meg. Nagyon alul. Hát az ilyen firka ott alul, de nincs benne sem, nem látok benne. Nem látok benne semmi rációt. Nem látok többet. Csak most ott azt a kupacot. Nem lehet kattintani, vagy valamit, semmit nem lehet, bazd meg. Tehát három jelet kellene megtalálnunk. Elméletileg itt.
Én is arra gyanakszom, hogy ez a kép, tehát ez a kép, képek lesznek. De nem értem benne, vagy lehet, hogy a kép, az csak egy helyet mutat, ahol meg kell találni a kódot. Az is lehet, hogy ez valami endgame content itt. Én itt egészen egyszerűen nem látok semmit, gyerekek, semmit. Nem itt annyira fénylik, hogy itt nem látszódik semmi, Napi poén, a matematika és a fizika professzora megbeszélik, hogy szétnézek a dudista strandon. Igen, napozgatnak, újságot olvasnak, amikor értem felkelt a fizika professzor Szent Isten, itt jön a Mariskán, a tanulmányi osztályról. Mindketten felugranak a fizika tanár az ágyik ellen, újságot. A fizikus üdvözli Mariscsáknét, majd amikor eltávozott, megkérde a társát. Te, hogy fejlettet az újságot, nem tudom, hogy vagy vele, de engem állt. Ja, lemaradt aranyapa, nem látszódik. Itt is van ilyen jel. Nem tudom, te hogy vagy veled, de engem általában az arcomról is menek. Szép. Na gyerekek, ezt nem tudjuk még. Ez mi a bánat? Oké, gyerekek, ez itt nem nyert hangszórót, úgyhogy lejövünk. Ezt hogy az Istenbe fogom kinyitni, gyerekek? Ezt az ajtót. Ez valami háromszöges ajtó. Torony aljában az ajtó mellett, ajtón belül. Ja, hát ez nem nyílik ki, semmi sem nyílik ki magától. Itt semmi sem nyílik ki magától, aranyapa. Ez valami elképesztő, hogy milyen nehéz. Felül. Itt is vannak jelek, bazdmeg. Mindenhol már jeleket látok, te. Itt van kar. Ó, bazdmeg. Ez az ajtó. Hogy nyitjuk ki? Hogy tudnék valami új területre bekerülni? Hát igazából úgy tudnék, hogy gyakorlatilag itt adott ez a kérdéskör. Tehát ezt az ajtót, ezt ki kell nyitni. Ez ilyen egyszerű. Ezt az ajtót, ezt ki kell nyitni. Mi van, hogyha egyel az egészet eltúljuk? Tehát, hogyha nem nullától számolom, hanem innen, hogy tehát volt egyszer ez, akkor egyel följebb megyünk, tehát akkor ez, nem az, bazd meg. Ez. És ennek a fajtáj. Mentem Bibliát olvasni, sikítsa baj. Sok sikert, Meredien, sok sikert. Nem, terekek. Azt a kódot kell megfejteni a pergamenen. Azt a kódot kell megfejteni a pergamenen. Jó pénit. Azt a kódot, azt nem hiszem, az inkább, az nem hiszem, hogy ide tartozik, Noevo. Itt ez szerintem, ez valahogy egyszerűbbnek kéne, hogy legyen, tehát... Egyébként ez biztos, hogy a haljel. Ez haljel, ugye? Tehát egy hal, egy egyes, meg egy virág. Ezt nem igaz, gyerekek, hogy nem tudjuk megcsinálni, bazd meg. Ezt nem igaz, hogy nem tudjuk megcsinálni. Gyerünk, Milán, most ezt meg kell fejteni. Ezt most meg kell fejtsük. Tök fura, hogy így jövök, bazd meg, vissza, és mindig egyre így észreveszek ilyen kis semmit mondó dolgokat.
Már ugye a kerítésen is milyen minta van, bazd meg. Az a baj, megint este van, amikor itt vagyunk. Nem sorba voltak rakva a gombok. Ja, hogy tehát, hogy úgy gondolod, hogy lehet, hogy egy numerikus billentyűzetet kell elképzelni, és oda kell beütni azt a számot, de hát annak meg az akkor valami elég durva átváltás lenne, mondjuk. Ezen nincs mit nézzünk, már maximum azt, hogy jöhetnek sorba, tehát a bal oldala négyzet. És nincs olyan, tehát van egy halunk. Geci. Tehát a halnak ez a teteje. Ez a teteje. Így. Oké. Okay. Tehát a kisuszony van alul. Az akkor azt jelenti, hogy kurvára nem látom, hogy az a kis háromszög alak van ott, akkor nézzük meg, hogy a... De nem jó egyik se, bazd meg. Mi van akkor, hogyha szimplán csak a hal után kéne keresni egy olyan jelet, aminek a jobb oldalán ez a jel van, tehát ez kerül ide. Ez a holdas jel. Ez kapcsolódik a halhoz. De a virág után is a holdas jel kapcsolódik. Fú, geci. És mi van a... Áj! Mi van akkor, hogyha ezek tekintendők mondjuk fix dolognak, amik itt benne vannak a lukba? Mert itt vannak szlotok. Látjátok? Nézzük meg, hogy az I után... Bazd meg, várjatok már, geci. Most megláttam egy új dolgot. Figyeljétek. Tehát itt a fekete, ezt nem tudom oda belerakni, baszki. Ez kerül oda a jobb sarkára, 1000%. Ugye nincsen vizéje, jobb oldala, tehát ez a sarokelem. És ez a fekete. Ez mögé kerül be ez a hold. A hold, a kék. Így kerül bele. Így. Így kerül bele. És ennek is ott a pöcök az alján, és egy ilyen csumpi jel van mellette. Ezután jön a virág. A barna. A halnak a kockán aranyszínű pereme, az a soron a nyolcadik. Tehát itt, gyerekek, nem is a szint kell nézni, hanem pontosan, ahogy a magyben írja, sorba kell rakni a kockákat, és az adott kocka sorszámilag lesz a megoldás. Nem a színem, nem a pöcök. Szerintem nem a pöcök. Tehát ez jön így ide, és ugye ennek a bal széle egy háromszög. A lila, tehát az ott benne is van, oké? És ennek a lilának egy kör a bal oldala. Bazd meg, ezt már lassan le kéne tényleg rajzolni, hogy vizuálisan előttem legyen. Egy kör a bal oldala. És nincs alja. Tehát ez nem lehet. Mert ennek van alja, ez nem illeszkedik. Tehát ide... Ez a piros. Nem. Basz, meg mi kerül ide? Tehát ide egy olyan olyan izét kéne keresnünk, aminek a bal oldala, aminek a bal oldalából kiáll egy ilyen kis félkör.
De ez meg nem lehet, mert ugye ez stimmelne mindenbe, de ennek van egy alji pöcöke, és ott meg már nincs benne több lehetőség. Tehát ott már nem lehet. Na várjál. Na mondjuk induljunk ki abból, hogy tudunk kettőt fixen. Várjál. Tehát I és a hal. A hal... Oh. Fék Danika, köszi szépen a követést. Az a baj, hogy a hal se illeszkedhet bele ide, tehát nem jöhet ide bele. Szevasz, Geri! Nem illeszkedhet bele, mert nincsen alsó pöcke. Nincs. Nem fér oda. Ez viszont odaférne. A lila után. Jó, ez oda is fér. Várja. Megleszünk, bazd meg, megleszünk. Jó van, már kezdek totál belezavarodni. Tehát ez a, akkor mondjuk a hal, a nyóc. Az I. Azt nem tudjuk. És a virág. Hoppá, Móni. Ennek sincs alja. Tehát egyet tudunk, a nyolcat. A virág az nem barna, ez nara... Ez a... Várjál. Már nem egyforma, azt tudom. Tehát a virág meg a hal az nem egyforma. Most már azt sem tudom, melyik milyen színű volt. Mert az a baj, kurva lámpa. Várjál, itt lehet megnézni rendesen. Na, tehát a virág a barna, a hal az a narancssárga. A hal a narancssárga. Na de érted, most az akkor melyik az most? Narancssárga vagy barna, bazd meg? I előtt a csillag? Igen, csak azzal nem tudom, mit érünk. Tehát hogyha ezt... Tök jó lenne, ha be lehetne rakni, érted, a helyére. És akkor előtte van még egy ilyen keresztjel. Ugye ami... A holdat már beraktuk. Még kéne egy keresztjel, de nincs több keresztjel. És kéne egy olyan, aminek a bal oldalán nincs semmi. De az lenne a kezdő. Az ő lesz. Ő az első. Ő az első. Tehát a fehér. A pötty. Ez kerül a bal szélére. Ez kerül be az I elé. Ez fix. Tehát ez az első. Csak nincs hozzárendelve érték. Akkor várja viszont, hogyha ez a... Akkor ez tényleg egyet jelent talán. Figyelj, az ember jelű fekete. Felette fekete karika van, a hold jelű kék. Igen! Nincs semmilyen izé rajzolhatni való cuccom, gyerekek. De az a baj, hogy én értem, hogy a Purple Diamond, csak valami ez nincs. Tehát ő a nyolcas. Igen, én ezt mind értem, csak ezzel nem fogjuk megtudni a számokat, aranyapa. Várj, mi van akkor, hogyha ezeknek van valami a hátulján, ezeknek a szaroknak, ezt még meg sem néztük. Semmi. Basszátok meg, na várjál, mondjuk, hogy... Tehát ezzel kezdődik, akkor ezután. Tehát az akkor fix, ugye? Mert más négyzet... Az a baj, még... Jó. Tehát ezzel kezdődik, ezt kilőttük. Ez az első, ezután jön ez, és akkor ez a zöld után... A zöld után... ez jön. Mindenféleképpen, mert nem jöhet más. Akkor utána kell egy háromszög. Ez tényleg jó lenne már lerajzolni. Na, utána jön akkor a virág. Aha. Utána jön a virág. Utána jön fixen a virág. Bazd meg. Nem igaz, hogy nincs egy kurva tollam, geci. Fuck!
Ezt már nem bírom megjegyezni így egymás után annyi jön. Jó van, ezt most még így megjegyzem, de a következőt már nem. Tehát akkor ez mondjuk számít egynek. De érted, akkor hogy számozzuk be? Hogy ez a pötty, ez akkor mit ér? Ez mennyit ér? Tehát ez most akkor mennyit ér? Semennyit? Mondjuk... De a lepkének van alja? De viszont, hogyha ez a kettő fixen jó helyen van... A lepke, igen, nem, tehát a lepke az idejön. Az tuti, hogy idejön. De akkor meg hogy kezdjük el? Megvan. Most már értem. Nincs elég kibaszott. Várjál, tehát úgy van, hogy ez a fehér pöcök, ez jön ide. Utána ez elcsúszik ide, tehát a zöldhöz tartozik ide, akkor ez az egyes. Utána jön ez a kék lófasz. Nem, várjál, mi jön utána? Ugye a kör, melyik jött utána? Ez jön utána. Tehát ez kerül ide, ebbe az üresbe. Akkor ezután jön egy... Ez a virág, de nem jöhet. Én most úgy, várjál, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10 van. 2, 4, 6, 8, 10 van. Plusz, ott még van egy üres luk. Megvan, 11 van. Tehát ezt az egészet telibe lehet rakni. Geci, hát nem igaz, hogy nincs itt toll, bazd meg. Kurva élet, de várjatok, mert lerajzolom már rég kész lenne, faszom. Van! Na várjatok, én ezt most lerajzolom és meg lesz a megfejtés. Na, figyeljetek. Tehát 11 slot van. Oké, várjál, ezt így csináljuk, jó? Jézusom, így csináljuk. Na közben itt rajzolunk. Akkor, hát ide kerül ez a fospermet picsafaszú kör, aminek ez az oldala ilyen négyzetes. Ez az. Ez az egy. Akkor itt van egy zöld. Zöld. Egy karika. Oké. Ide kerül ez a bánatfaszú I betű. Oké. Várjál, bazd meg, várjál. Végre tudunk vizualizálni. Itt ez üres. Itt ez üres. És ide jön utána ez a... Ez ugye a zöld, ez is zöld színű. Jó? Ez meg fehér színű. Akkor ide jön utána ez a... Ára, aminek pedig milyen zéje van alakja van ennek? Háromszög, ide jön ez a patkó. Hogyan jobb, hogyha a gémet... Ha a gémet nézzük... Vagy a izét? Vagy így? Visszarakjam gémre? Visszarakom így, jó? Ide kerül ez a háromszög. És ez a patkó. Ez a patkó és ez kék. Alright. Akkor ez is megvan. Várjál. Ez az, akkor... Itt a következő, az megint egy üres. És utána megint egy üres. Tehát három üres jön egymás után. És ebből egyet betelítettünk, most kell nekünk egy olyan, aminek nincs alja. Aminek nincs alja és a bal széle háromszög.
az a baj, gyerekek, hogy ez jön ide. Tehát a virág kerül a patkó mögé. 1000%-ra. Hiába van ott fölül izé, az egy átváltási skála lesz, és először ezeket be kell rendezni. És ide jön ez a pina jel. Tehát ez a virág, ez kurva élet, gyerekek, ez 1000%. Az 1000%. Figyeljétek, meg lesz. Most már látom a megoldást. Még nem nagyon, de egy kicsit már igen. Tehát ide jön a virág. Ez az. Oké. Akkor, most vagyunk ugye... itt van 1, 2, 3, 4. És most jön az utolsó üres hely, aminek a pina jel van a bal oldalán. Ez. Tehát ez a négyzet, ez kerül ide be a virág után, és ennek egy ilyen kibaszott kakukkos kereszt van a jobb oldalán. Ez a négyzet. Oké. Na akkor ez Pipacsenko, megvan. És most kezdődik el a mutatvány. Aha, ez jön most, a csillag. A csillag jön a patkós faszú végével, és itt pedig egy jaj, már össze is állt, gyerekek, ez az. Itt van a csillag. Úgy mennyivel jobb, hogy így látom, bazd meg. Itt van a csillag. Jó, csillag, és ez piros. Ez piros. Piros. A négyzet, várj, a színeket még fölírom, az sárga, mert itt annak is jelentősége van. Sárga. A kurva virág. Szopódjon meg. Ez barna. Tudom, majd a kocka az utána, az valószínű csak a színbe segít egyébként nekünk. Tehát akkor a csillagnál vagyunk, és itt van rajta a három darab piros pöcs. 1, 2, 3, 3, és ez piros. Na, ez lesz az érdekes átváltás. És akkor ugye... Wait a minute. Összerajzolni nem számít cheatnek. Hülye! Ha persze! 1, 2, 3, 4, 5, 6-nál tartunk, és most kell, hogy jöjjön az, hogy megvan a csillag ezzel a négyzettel. És még ide kell keressünk egy... Ez sincs jó helyen. Nincs olyan a lepke, bazd meg. Nincs olyan a lepke. Ó, a faszom. Ne most legyen ilyen hülye sötét, kurva gém. Tehát egy olyan kell nekünk. 60, 11 van összesen, tehát itt kezdődnek a pöckös alsó izék. Tehát itt már alsó pöcke van. 5 darabnak. 1, 2, 3, 4 és 5. Tehát 5 pöcköst kell keresni. És az első, ami ide bekerülhet, már ha látnék valamit, az ez a hajó lesz. Mert ez az egyetlen, aminek van pöcke alul, és a bal oldal a négyzet. Igen. Tehát van pöcke alul, és a bal oldal a négyzet. Ez az. Tehát ez a sátor, vagy mi a faszom ez. Jó, legyen sátor, jó? Tehát négyzet, és akkor ez az oldala meg kör. Ez egy sátor. Jó esetben. Ez a sátor. Várja, mert úgy berajzolom, bazd meg, hogy beszartok. És ez... lila vagy rózsaszín? Rózsaszín. Oké. És ez van... Itt ez megint üres. Fölül. Fölül megint üres. Tehát itt tartunk most. Akkor ide mellé kell nekünk most egy olyan, aminek a bal oldala kör, és van pöcke alul, ami a lepke. Tehát most jön a lepke, bassz meg. Most jön a lepke. És ennek a lepkének a jobb oldala háromszög. Na ezt rajzold le, Milán, ügyesen. Ez az. Itt van egy kis bogyócskája, ott a két kis antenna, itt is egy kis szárnyacska, kész, és van egy lepkécske. Ez az. Megvan. Jó. Na várjál, és akkor most a három, tehát itt ennél van a két lila.
Tehát ez most ugye lila, a lepke. És itt van a két lila. Kettő lila. Kettő és az lila. Fölül. Oké, ez is megvan. Basszátok meg. Akkor most kell egy olyan, aminek pöcke van alul, és a jobb oldala háromszög. Uha. Uha, Móni. Hát eddig olyan szépen ment. Ó, itt van! A kurva hal! Most jön a hal. A hal. És ennek megint pinoljel a vége. Ez remek. Itt a hal. Na, én ezt egy kicsit leegyszerűsítem rajzban, gyerekek. Jó? Tehát, hogy így ez lesz a hal. Halacska, halacska. Oké. Okay. Meg ilyen kis izéje van. Tehát ez a hal. És ez a bar... narancs? Ez a narancs. Ez a narancs. Narancs. Oké, okay. És akkor ez van. Mindenféleképpen, igen, Nuevo. Ezt mindenképpen meg fogom mutatni. És itt van ezen... Egy, kettő, négy darab... Egy, kettő, négy darab narancs. Oké. Okay. Hú, bazd meg, mindennel stimmel, geci, most nézem. Wow! De durva, bazd meg! Mindennel stimmel. Eddig. Várjál, nem akarom elkiabálni. Tehát most kell egy olyan jel, aminek van alsó pöcke, és a bal oldalán egy pina jel van. A hold. Ez az. Tehát ez egy fordított hold, és ennek van egy csodálatos kereszt. A végén. Ez egy hold. Ez egy hold. Hold, és ez kék. És ott a kék. Mégpedig... Öt pöcökke. Egy, kettő, három, négy, öt. Öt kék pöcök. Jó, és akkor az utolsó, az pedig ugye nyilván ez lesz. A fekete ember. Ezével a végén. Jó, és pöcök van az alján, és ugye itt ez akkor ér. Tökéletem ez a kurva nap, bazd meg. Na ez mennyi, geci? Egy, kettő, ez 9? Számoljátok már meg ti is, hogy annyit láttok-e. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. 9-et látok, tehát ez 9. Ez fekete. Na, oké. Akkor most megvagyunk. És most minden szín, minden jellel stimmel. És már csak azt kell ellenőrizni, akkor mi volt ez a három jel. Tehát volt egyszer nekünk egy halunk. Volt egy halunk. Ez a hal. Narancs. Volt egy egyesünk. Ami zöld. Ami zöld, igen. És volt egy virágunk, ami meg ott van. Oké. Okay. 9. Oké. Okay. Na gyerekek, megmutatom a művemet közben. Csorba van rakva a nagy mű. Ó, igen. A gép forog, a világ meg elmegy inni egy kávét, azt hiszem. De ezt most még megfejtem, bazd meg. Na, szóval most itt akkor úgy áll össze a dolog, hogy nekünk kell a hal. Haljel. Ezzel egyébként rá fogunk szokni, mert ez így tök jó, hogy ez így tök jó, hogy itt van előttem vizuálisan főleg. Végre egy ilyen game, ahol már bazd meg kell használni tollat, meg azért papírt, geci, nem bírom megegyezni, ez túl sok. Tehát hal, aztán egy egyes, és aztán a virág, ugye? Egy egyes, és aztán a virág. Na, akkor most ebből kell valamit kiokoskodnunk. Durva vagy, mondhatom. Ezeket a zenét írogassan, azt a mobil. Ja, hát mert eddig általában elég volt.
Hát jó van gyerekek, de a megoldás még nincsen meg, azt remélem mindenki tudja. Mert most valahogy hozzá kéne rendeljük ezeket az alsó értékeket a fölötte található csumpikhoz. Tehát ugye hal az narancs színű, és mondjuk tegyük föl, hogy ez a 8-as, a 8-adik. Utána az 1-es, ami gyakorlatilag, vagy nem, mert itt kettő megoldást tudok elképzelni. Mert hogyha úgy kezdődik, hogy... Mi van akkor, hogyha az üres kis gyűrűket... Geci. Még rá kell rakni az adott színhez. Mert most már konkrétan megvan, hogy melyik színhez, melyik felső pöcök tartozik nekem. Tehát mi van, hogyha itt ezeket a pudvás szarokat, bazd meg, rá kell húzni még? Ha? Akkor mi van? Akkor mi van? Hm? Akkor mi van? Na, akkor beszarok, speciál. Először megpróbálom anélkül, de egyébként én kurvára gyanítom, hogy rá kell húzni. Vágod? És nem véletlen van ez is itt benne. Azt is elmondom, hogy ez nem véletlenül vannak itt benne ezek. És rá kell még húzni, és annyi lesz az értéke az adott szimbólumnak. Az összes pucva a kurva életbe. Tehát kell nekünk a... Én ezt most így fogom megcsinálni alapból. Kell nekünk a hal, ami a narancssárga színű izéket jelenti. Tehát azt mondja, ezen van 4, 5, 6, 7... Tehát 7-et fog érni a hal. 7-et. Megnézzük ezzel a metodikával, a gyerekek, jó? Aztán kell nekünk az 1-es, ami a zöld, amiből valóban csak 1 van. Tehát az egyet ér, és van a virág, ugye is kisütötte izé, a virág, ami a barna szín volt, és azon nincs ott egy se, mert ez narancssárga színű, ugye, mert a hal az narancs, a virág barna, tehát nekünk barnát kell keresni. 1, 2, 3. 3-at ér. Oké, tehát 7, 1, 3 a megfejtés, és akkor ennek... Kettő, három, négy, öt, hat, hét. Tehát egy. Vonal. Három vonal. A kocka az csak annyi, hogy a színeket tudod vele ellenőrizni szerintem. Na, a narancs meg a barna közt elég nagy az átfedés. Még azt az egyet nem tudom hova rakni, hogy... Igen, még az a másik igany, tudom, de most ez egy próba, mert hogyha a nullát is bele kell számolnom, mint első érték, akkor ez most nem lesz jó, de megpróbáljuk. Tehát... ez... nem az! Az... az... De várj, nem is áll jól az a jel, bassz meg! Az nem arra áll az a T betű nekem, ott a másiknál. Várj, újra számoljuk, hogy mondjuk 1-től kezdődik, hogy zé. De várj, mi van akkor, hogyha bele kell számolni a fehér... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... De. Mi van, hogyha azt is bele kell számolni, hogy mondjuk hanyadik érték, és mondjuk valami műveletet el kell végezni még a kettő közt? Még az egy harmadik megoldás. Oké, tehát akkor
Számoljuk ezt egyestő? Tehát legyen az, hogy ez az egyes? Mert most úgy csináltam, hogy ez az egyes. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tehát akkor legyen a második verzió a V. V, 5 és 3, ugye? 1, 2, 3 és a két köcök. Ne, az előbb úgy számoltam, hogy az a nulla, most megnézzük ezzel a variációval. Szerintem nincs benne nulla, szerintem 1-től kezdődik az egész, és az egész nullás, ez csak egy ilyen perverzió az agyunkban, amit onnan kezdtünk el számolni, hogy valamelyik ilyen kis hurkapálcán nem volt lik, nem volt rajta semmi. 7-1-3, most nekem az a megoldás, hogy 7-1-3, de lehet, hogy az egész egy zsákutca, gyerekek, ezek a számokkal, de most még megnézzük ezt. De ez is fordítva van, ez a jel. De nem az. V, 5 és két pöcök. Hal, egy és virág. De ha előbb nulla, akkor elszámoltad, mert mellette lévő a hét. Elszámoltam. Remélem nem ezen fog búni, bazd meg. Mindegy. Megnézzük megint. Elszámoltam. Bazd meg, lehet, hogy az első megoldás volt, hogy csak elszámoltam. De tovább nem is nagyon tudom ezt, gyerekek, gémeni. Ezt megfejtjük, és nem bírom, mert megrongyolódott a T-vonal és tripla vonal. Na várjál, tehát hogyha Ilyen nem látszódnak a jelek, bazd meg, kibaszott fényefektek. Tehát mondjuk akkor ez a nulla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T-vonal, ezt... Ó, bazd meg, Móni. Így vannak a jelek. Nem, fiók az nem, ott az más. Ezt így kell nézni, gyerekek. És mi van, hogyha jobbról balra indul el? Az kizárt, mert nem értem a számozást. Isten beleveri a faszát. Na mindegy, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hát akkor így jön ez a buziel. Mi van, hogyha balról jobbra, tehát hogyha fordítva van az egész? Mi van, hogyha ez a három jel jó, csak rossz sorrendbe raktam őket be? Azért 7 a hal, mert 7 darab narancssárga pöcköt lehet ráhúzni, és tehát hogy ott van a hal berakva. Tehát, hogy 7 ilyen barna. Biztos, hogy 7 van, gyerekek, jó számoltuk. Az a baj, most már nem lehet látni. 1, 2, 3, meg ott van. Nem, 1, 2, 3, 4. Gyerekek, elszámoltuk, bazd meg. Vagy most melyik a barna? A kurva életbe. Rohadt színek. 8. Én is úgy számolom, tehát van rajta 4, meg 1, 2, 3, 4 darab. Tehát ez 8, nem 7. Aztán azért zöldből van 1, és a virágból... De várj, a virág a barna! A virág a barna! A hal... Az narancssárga színű. Na, vagy tehát ez a narancssárga, nekem az a barna, az a barna. Csak nem lehet látni a színeket, bazd meg, ez nem szarom. Nem kell, hogy most már ez már citromsárgának tűnik. Jó volt, csak el lett számolva. De mi lett elszámolva, gyerekek? És ezek a számok nem ide kellene, hanem fentre... Ja, az már az nem. A térképen mert... Fent melyik színbólumban jelezte méretet, vonalon 1-től 4-ig, ugyanaz, mint a jobb széle a körnek, akkor ez egyértelművé teheti. Azon már túl vagyunk. Be van sorszámozva az egész, hogy melyik miután mi jön.
És itt igazából ez, én értem, hogy most már ez hogy van, tehát itt most már össze kell csak számolni. Tehát nekünk kell a halhoz tartozó, ugye a hal, ami a narancssárga szín, és itt van, tehát itt van a hal, ebbe a slotba van a hal, és itt van rajta 4, és még ilyen színűt kell keresni. 1, 2, 3, na bazd meg, pedig ez tényleg az. Kurvára nem látszik, hogy ez most narancs vagy barna. Mondjuk mi van, hogyha ez 8, tegyük fel, hogy ez 8, és akkor a barna virág. És ez akkor mi lesz? Melyik lesz a barna, gyerekek, ha? Melyik lesz a barna szín akkor? Az lesz a barna? Az lesz a barna. Nem lehet látni, geci. 1, 2, 3. Be lehet látni. És az jó. Jó, szerintem megvan akkor. Lehet, hogy tényleg csak egyes számoltam a narancsot, geci. Szevasz, X-i, hát ez egy atom őrült, tehát akkor az X kell, annyi, hogy az X kell a T helyett. Annyi az X kell a T helyett. Atom őrült logikai játék, de ilyen eszméletlen, ilyen nagy zúzda. Iszonyatosan nehéz és bonyolult feladatokkal van tele. Na most elméletileg megvan a megoldás. Most jön a win, gyerekek. Ezt most már nem tudom elképzelni, hogyha az egész logikám itt most jól adta ki magát, akkor ennek most működnie kell. Tehát X pont és 2 pöcök. Homokóra. De miért? Én most 8-at számoltam, nem 7-et, gyerekek. Tehát az visszafele van, vagy még egyet tovább? Na várjatok, most visszamegyek, geci. Nyugodjunk le picsába, azt számoljuk meg. Vinja, mégse. Az X az 5. Ne bassz. Ah. Jó. Oké. Okay. Egyetek, már vesztem el a fókuszt. Mindegy, az elv az még mindig áll. Most jön a win. Ezt akartam az előbb is, csak éppen elbasztam a szimbólumot. Na, tehát ez a homokóra. Ennek most jónak kell lennie, Milán. Ennek most jónak kell lennie, ezt most kinyitod, geci. Ezt most kinyitod. Homokóra. Pont. És dupla pecök. Mi van, hogyha úgy kell, hogy növek, tehát, hogy pont. Ja, mert az is egyen följebb megy. A kurva. Isten, faszán. Telekek! De most nekem a számok úgy vannak, hogy 7, 1 és 3. Jaj. Milán. Látjátok, tehát megvan a megoldás, geci, és lepontozom a vizét, tehát ez most már azért para. Így. Ez az, és 3, az pedig a 3 vonal. Ez az! Elméletileg tökéletesen levezettük, és a végén jól elbasztam, bazd meg! Jól elbasztam egy izét! És kinyílt! Megfejtettük ezt a pudvás kecit! Ezt! Megfejtettük, bazd meg! Úristen! Gyerekek, ez nagyon durva volt. Jesus. És benn vagyunk. Így gyöngyösen. Csak nem látok semmit.
Ez... Na gyerekek, hát ilyen nehéz ilyen logikai feladattal még nem találkoztam. Tehát ez őrlet. Ez őrlet. Őrletesen nehéz volt és bonyolult. De nagyon jó sikerült. Tehát elkaptuk a fonalat és ez a rajz ez kellett. Tehát ennél köz nem lett volna meg. És azért tök jó bemondtam a megoldást, hogy egy másik jeletbe ütök. Édes faszom. Na mindegy, megvan az a lényeg, megvan gyerekek. Hogy bekapcsoltunk még egy ilyen izét. Na remélem, hogy ez nem az bazd meg, amire gondolok, hogy majd rajzoljam ezt le ott a izéni, ezt a Hughes jelet. Secrets. Blocked access to this tower, as he now calls it. Then he goes into the cave for hours without telling us what he is doing there. He forbids us to approach the swamp. Sometimes the creature is crazy. És ott is van egy jel. Úristen srácok, hát ez bazd meg, ez atom. Azt elvihetem, ugye? Hát azért nagyon remélem, hogy nem ezért a két kis üzbég, kis kecskefaszú plüssállaté jöttem idebe. Az a baj, hogy itt ez zsák utca, bazd meg. Móni. Most szophatsz? Itt is van valami. Ó, a jó büdös kurva életbe. Ezt fogom leírni hónap a melóba, bazd meg ezeket a kibaszott sumér ékírás jeleket. Most már ebből egyébként ki kéne találni, hogy mi ez, mert ez... Ezen még le fogunk doktorálni, gyerekek. Mint a kar! Csókolom. Tessék már kinyitni ezt itt. Hát az én mo... Bazd meg, ide kell valami. Bazd meg, ide kell valami, Móni. No! Engedj be! Kurványád! Nem bírok így csinálni semmi, és ugye vissza tekerem. Nem tudom. Nem lehet interaktolni semmivel, gyerekek itt. Ezt nem hiszem el, hogy itt nem lehet interaktolni most semmivel, ez kizárt dolog. De azt írja, hogy ugye ne menjünk le a swampba, tehát konkrétan ott a swampnál kéne valamit csinálni. Gyanítom én. De ez a pudvás izé, ez egyébként nagyon idegesítő, ez a sötétség. Lehet, hogy most kinyílt alul is. Hát kell valami item oda, igen, de nincs nálunk. Sajnos. Hát gyerekek, ezzel most megszenvedtünk, bazd meg. Ezzel most megszenvedtünk. Fú. Jó van, semmi baj. Megnézzük, hogy itt mi a helyzet gyöngyösen. Az űrhajóba meg. Szerintem ott minden megvan. Jó, borzasztóan nehéz. Borzasztóan nehéz. Itt kell szerintem konkrétan így négyzetméterről négyzetméterre átvizsgálni, bazd meg, minden meg. Oké. Okay. Várjál, most az jön erre. És jön erre. És bemegy ide. És ez ugye nem működik, tehát hogy itt ez nem megy. Hát
Hát a gyerekek, én nem tudom képzelni, az Isten kócos faszát kell itt csinálni. Ez is itt tök fura, hogy itt van egy ilyen fönti rész, és nem bírok fölmenni, vágod? Nem lehet, nem enged ez a pucok. De ez mire jó? Szevasz Kaltó Manti, hello hello! Mondjuk maradjon így, de nem tudom egyszerűen el. Honnan jön ez a vezeték? Hú aranyapa, olyan game-el játszunk, baszki. Áttad volna, olyan feladatok voltak itt már, hogy az egész egyszerűen elképesztő. Agy zúzda, bazd meg. Nagyon durva. Ez nagyon durva. Az a baj, hogy most megint fingom nincs, hogy mit kéne csinálni, vágod? Fingom nincs. Itt van ez a vezeték, és mintha azzal kéne valamit, de nem tudom, hogy lehetne oda bejutni. Nem tudom. Oda hogy jutunk be? Na de... De figyelj, itt most nincs... Nincs interaktor... What? Mert az előbb itt lehetett interaktolni, nem? És most már nem tudok. Így tudok. Tehát ez a jó beállítási szög itt. Oké, tehát ide kell valami. Egyszerűen ez elképesztő, bazd meg, hogy... Itt semmi nincs. Ez a két kis figura, bazd meg, ez mi? Nem tudom ezzel, nem tudom, hiszem, hogy kell akármit is csinálni. Max azt mondja, leszámolni, hogy hány lába van, azt majd kell valami feladathoz, bazd meg. Azt a fönti ajtót valaki kéne nyitni, gyerekek. Ezek a jelek, te! Mi a fasz jelent? Ez tuti a matematikai művelet. Most már ez fixen kiderült. Hát ez fixen kiderült, hogy ezek matematikai műveletek. És ugye most már talán lehet tudnánk a számokat is. Tehát ezt, hogyha konkrétan leírnám. De az a baj, itt vannak olyan jelek, ami viszont nem szerepel abban a... abban a leíró, leírásban ott az én bolygóknál. Ezt konkrétan megint az összeset meg kéne fejteni, darabról darabra, vágod? Őrlet, bazd meg. Nem tudom mire jó. Fájcok. Tehát azt ott hogy nyitjuk ki? Srácok, itt most szerintem tartok egy kávészünetet, és akkor még nekiáll, még ennek, ezt a föntit még meg akarom csinálni, ez biztos, hogy meg lehet, tehát ez itt nagyon úgy néz ki, hogy valahogy ez a feladat még kivitelezhető, csak nem tudom, hogy hogy. Hát, ha van új cucc, minden helyszínt újra megnézni. Egyébként, mi van akkor, hogyha... Mi van akkor, hogyha itt ennek a... Mert ugye most már nagyon rájöttünk, hogy ebben a játékban minden számít. És mi van akkor, hogyha ennek a háromszög vonalzónak a három sarkánra mutató négyzetnek a koordinátáiból kell összerakni egy-egy számot? Ettől 4, 6, 8, 10. Ah, tehát most már értem a számozást, hogy az a 10, az a 20, az a 30, az a 40, és az X, az 5. Az F az 50. Az 50, az a 60, az a 70, az a 80. Aha.
Oké, megvan, megvannak az értékek, gyerekek. Most már nagyjából már úgy látom, bazd meg, mint a magyar izével, hogy ez sima. Hát itt vagyunk, srácok. Ugye azt kinyitottuk, ott voltunk. Ezzel nem igaz, hogy ezzel nem lehet valamit csinálni. És ugye igazából talán még az a marha érdekes dolog, hogy itt van nálam ez a három item. És ezek, fingom is, hogy ezek hova jók. Oda is valahogy le kéne jussak, de fingom is, hogy hogy. Figyelj csak, itt megy valami vezeték. Itt is vannak jelek, bazd meg. Tehát ez ugye 20, 21, 22, 23, ez a 19, 18, 17, tehát ez a szám az. A gyerekek, megtanultuk ezt az írás, ékírást. Már tudom. 18, 17, oké, megy ez, bazd meg. Minden kezdődik. Falon volt egy doboz, nem nyitható? Falon doboz. Ja, ez nem nagyon. De bazd meg! De nyitható, geci. Pedig ezt is hány szó ide jöttünk? Most már teljesen más szemmel nézek a játékra, gyerekek. Minden egyes téglát meg kell nézni, geci. Na tehát ugye... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, megyünk főfele. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23-ig megy el a számozás. Megvan a kód, geci. Megvan a kód. Igen. Mert három izé van. Három ilyen pöcsködmön van. Mi van, hogyha ezt átnyomom? Hoppá. I had to forget the cube. Devices around here. Remek, hát ez csodálatos. Számoknál van egy kar. Mi van, hogyha... Várjatok. Tehát itt van valami, ami rámutat erre, ez fixen. Tehát ez a 13, az az egyik számunk. Az a baj, hogy egy szám. Egy számra mutat. És ez megmurdelt. Hát nem elrontottam, de ez így volt megcsinálva. Mi van, hogyha ide... De az a baj, nem is interaktolható, tehát ez ennyi. Mi van a minden terasznál a középső? De nem, mert négy terasz van. És nekünk csak három szám kell. Wow, jaj, no! Tehát 13, de az melyik? 13, az ez meg, nem értem. És a szék. Nézzük meg most a széket. Lehet, hogy most, hogy elment az áram, valami más lesz itt. Lónak a faszát. Na most mi van? Bazd meg, elromlott. Nem bírom mozgatni. Várj, Móni, mi van akkor, hogyha most kinyílt alul az ajtó?
Igen, most nagyon-nagyon ki kellett volna nyílnia. Mi van akkor, hogyha innen elment az áram most? Nem, mert már láttam azt a szart. Hát persze, ez persze nem megye. Te haver, tudod mit kéne csinálni? Szépen átugrani a büdös picsába, és ott vagy. Nem kell itt megoldani ilyeneket. Átugrasz azt GG. Ez a háromszög alakú ajtó, ez nekem itt gyanús. De ez itt nem nyílik. Oké, tehát ugye mondjuk tegyük föl, hogy az ember gyereke ezt megcsinálja egyből early game-be. Tehát ezt, hogy megtalálja. Akkor itt most azt kell csinálnunk, hogy követni kell ezt a szart. Mert ezek a csövek, ezek levezetnek. És ezek a csövek... Aha, itt a cső. Itt a cső. Hova az anyád? Várjál. Itt a cső. Ó, bazd meg. Itt vezet le, ez nem Babacsenko. Ennek ki kellett volna, hogy nyíljon. God fucking damn it. Hát azzal, ami főfele megy, az nem tudok mit csinálni, aranyapa. Az ott mi? Mi világít itt? Bazd meg. Itt valami nagyon világít ott lent. Az mi jött? Itt van valami. De ha beütöd a kódot, akkor nyílik ki. Hát de nem tudom a kódot, passz meg a büdös kurva élet. Mi van, hogyha mind a három 13? Most viccen kívül, mi van, hogyha mind a három 13? Fasság, de mi van, hogyha ez a kód? Ez igen, ez túl szép lett volna, hogy igaz legyen. Hú, bazzeg, durva az a bolygót. Ez mi volt? Mechanical Birds, jó van, azon már túl vagyunk a bőrdökön. Mi van, hogyha... Mondjuk hát csak nem tudom a sorrendet, 13-20... Vagy mondjuk 13-20 és mondjuk akkor 27. Hogyha így ebből indulok ki, 13... 20 és akkor 27. Nézzük meg. 20, 1, 2, 3, 4, 5. Nem, mert 23-ig megyen. Ebből is látszik, hogy 23 a vége, hogy ez ehhez kapcsolódik, mert ugye ez is 23-ig tart. Oké, tehát akkor ezt tudjuk, és akkor van egy darab számunk. Hát a többit ezt nem lehet kitalálni, vagy végigpörgetni, de egyébként végig lehet. Csak nem tudom, hogy melyik. Tehát nem tudom, hogy a 13-as az melyik szám. Hogy az első szám? Vagy a második? Vagy a harmadik? Mert ez annyi variáció, az képtelenség végig görgetni. Geci.
Ez nem tudom miért romlott el, hogy pusztuljon meg. Biztos, hogy nem itt kell tovább jussunk. Ide kéne lemenjek, mert nézzétek, itt van valami, itt. Tehát ez az irány, az az irány Milán, az az irány. Ide bazd meg, nem bírok lemenni. God damn it. Ide, oda. Oh fuck, ezt a sötét puttonyt. Nem tudom, melyik lett a gamebe. Na szóval, hogy ide. De borzasztóan nehéz. Ezért tetszik. Jézus. Na elvileg ide. Ide, ez az. Na itt ez mi? Ugyanis itt még nem voltunk. Hopp, 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 hopp. Ez nem az. Shit. Problem with the cube. There's a problem with the generator. It was reset. And it was plant. Sorry about that. You need to find it and reactivate it. Reactivate the generator. És valamit meg kell találnunk, csak kurvá nem hallottam mit. Need your help. That's a problem. You must search and understand. Jó, tehát igen, elromlott a generátor, és fingom nincs, hogy mit kell csinálni, mert nem értettem. There's a problem with the generator. It was reset. And it was plant. Sorry about that. You need to find it. You need to find it and reactivate it. Meat. Meat. The generator. Meg kell találnunk a generatort. Oké, de hol van? Ez a kék árnyalat, ez valami őrlet. Parton a csap. Hát aranyapa. Hoppá hoppá. Várjál csak, itt jön ez a pumukli. Á, ez a kék szín, ez valami nagyon-nagyon tré. Végre kezd ki, zényi, bazd meg. Kivilágosodni. Alright. Fú, te. Ó, nyesz. Nem tudunk csinálni semmit, sajnos. És itt van ez a szar. Én ezt egész egyszerűen nem értem, ez sem működik, ugye? Hát valahogy ezt is be kéne indítani, csak nem tudom, hogy hogy. Hát srácok, ez meg GG ez a játék nagyon. Fú, édes makkos fasz. Itt is mit kéne nézni? Ez meddig megy el, véletlen, nem? Nem 23-ig? Ja nem, ez 30-ig megy el. Tehát ez 30-ig megy el. Ez is mire jó itt? Nem tudok följönni? Nem. Na ugye oké, ezt kinyitottuk, de nem tudom, mit kéne csinálni. Tehát semmit. Konkrétan. Mire jó ez a... Mit kéne számolni, bazd meg?
Nincs itt, ugye semmi nincs, ez... Ez arra volt jó, hogy itt ezt megnyissuk meg, itt van valami... Ez a szék... Csak... Itt, ja, ezt a levelet olvastuk, igen. Szekrények... Ez... Kattintható, nem. Ez se, spammelem neki. Itt se semmi. Hoppá, Mónika. Fölvettünk valami betyárkörte rudat, geci. Hoppá, ez is kinyílik. Jó, ez szemét. Akkor viszont ezzel azt az ajtót meg tudom támasztani. Vagy mit kell vele csinálni. Az meg ez őrlet, ez a game. Azt a rohadt élet. God damn it. Na most a barlang. Most a barlang. Talán. Talán ez most megüti. Oké, okay, barlang done. Na nézzük. Ez az, és most kell megtekerni. És most beviszi. Ez az. Yes! Win! Jövünk! Madre! Jézus atya úristen, mi ez itt? Ó, gyerekek! Hát hova kerültünk? Ó, bazd meg, mi ez? Poszátás faszom ez, valami... Izé... Csapár? Ugye kellene kitemek. Ez tuti. Nem tudom. Tehát három ilyen kar szelep vezérlő baszács van rajta, vagy mi ez. És egyik se csinál at the moment semmit. Hello. Hát azért... Itt egy csomó út van. Hát de nyitva hagytam, aranyapa, ez a lényeg, hogy úgy hagytam, tehát hogy elmozdítottam a csövet, direkt úgy hagytam meg. Ott is van valami. Hát vagyis, hogy nem tudom, megmondom őszintén. De meg kell próbáljuk, mert így gyakorlatilag semmit nem tudunk csinálni. Tehát most, és akkor azért volt, itt lehet az info, hogy a swampba vigyázni kell, hogy ott azt a tekerőt. Egyelőre ott annyi a dolgunk, a tekerő. Hát mindjárt kiderül, gyerekek. Az a baj, szerintem több tekerő van, nem egy. Na de most már tényleg egy kávészünet, bázd meg, mert már megőrülök. Mónyi. Hát borzasztóan nehéz ez a game. Gyerekek, gondoljatok bele, amikor elkezdtük itt a dolgokat. Cacavad fel a szőnyeget, még ma éjjel. Alright, tehát ugye a generátor... Harmadik energiaügycsinyi tartok, lol. Hát jó.
Szerintem most van ehhez árva, gyerekek. Én úgy emlékszem, hogy én eltekertem. Ugye? Ennek így kell, hogy legyen. Én azt mondom, hogy ennek így kell, hogy legyen. Na mindegy, akkor próbáljuk meg így, mert most így volt, úgy nem volt, hogy semmi. Most megtekerem, azt megnézzük, hogy így mi lesz, jó? Fú, god damn it. Na nézzük. Na most oda bemegyek, és most kávézok. Most már kell, mert már kifolyt az agyam itt az én a headseten keresztül. És ott abban a ligban ott van az a nagy kráter, vágod, elképesztő. Édes makkos. Hát ez rendes kis challenge ez a game, gyerekek, ezt megmondom, bassz meg. Botrány. De az egész jó, átjutottunk itt már. Jó. Na és akkor, hát az a baj, hogy így gyakorlatilag nem tudok csinálni semmit. Tehát itt talán még van valami, ami tekerhető rajta. Nem is tudom, hogy mi a faszom ez. Megint az a legnagyobb baj. De nem olyan a hang, mint hogy ez valamit most nyitott volna. Nem tudom. Na gyerekek, mindjárt jövök, jó, egy 2-3 perc. Addig frissítsétek magatokat, mert nekiállunk utána ennek a csodának. Fingom nincs, hogy mi lesz ebből.
Hú, gyerekek, bassz meg. Ez botrány. Na. Szóval itt most volt valami hang, ugye? Az beszéltük. Világ. Tehát ennek három fajta izéje van. Tekerője. Ennek csak kettő. Ennek is kettő. Oké, tehát ez a három kar van rajta. Ez itt fehéren világít mindenféleképpen. Akkor itt valószínű ki kell találnunk egy kombinációt, nem? Aha. That's what I'm fucking talking about. That's what I'm talking... Ide kell valami. Ide kell egy kerék. De nem, mert akkor lenne itt interaktolható cucc, nem? Itt semmi nem történik. Itt se. Hát ezt ki kell engedni. Úgyhogy ezt behúzom teljesen. Itt se. Tehát gyakorlatilag ez a izéje, ez engedi ki a tekerést. Hú, bazd meg! És van egy nagy fogaskerék. Passz meg. Hop 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 hop. Aha, ide kell hoznom azt ott. Ez nem megy most tovább, várja ezt. Ja, értem most már. Akkor ezt elvileg, ha teljesen lehajtom, akkor erre fog jönni, és ezt kihajt. Talán így. Vissza. Most. That's... Oda. Jó. Tehát ide kell hozzuk. Megvan most már, mit kell csinálni. Oké, tehát így. Várja. Jaj, engedd ki. Ezt ki, és ezt akkor ide. Így mit csinál? Semmit nem csinál. Hello, Mono! Szia! Anyám, olyan gémben vagyunk benne, hogy elsírod magad. Ez tuti, hogy ide kell. Valahogy ide ki kell húzzuk, mert itt ugye nem tudunk. Ez a szar miatt nem tudunk itt közlekedni, pedig itt ez most lement. God damn it. Akkor inkább megy. Nem mész sehova, Mono, maradjál, mert nagyon jó a game. Aha, ez most nem megy. Behajtom. Kihajtom. És ezt kihajtom. Tehát ez a lényeg. Aha, jó. Tehát akkor az a lényeg, hogy mind a kettőt ki kell hajtani, de ez a szar. Hogy nem megy, bazd meg. Melyiket kell behajtani?
befolyásolja a magasságot. És hogyha ezt kihúzom, és ezt behúzom, akkor befolyásolja... Nem, az nem befolyásol semmit. Ez semmit nem befolyásol. A kurva életben. Hogy tudtuk tekerni? Hogy tudtuk tekerni az előbb? Mi volt ott a megoldás? Be kellett ezt húzni? Aha, így ez az. És most, hogyha ugye ezt kihúzom, és ezt letolom tövig, vagy középre hagyom? Így, ugye? És így megy le. Nem megy le. Így nem is működik ez. És ugye letolom. Most. Fucking shit. Ott se tudok lemenni. Oké, akkor most légy okos, domonkos. És hogyha így csinálom, akkor mi történik? Így lófasz. A harmadik kör az csak kinyit, becsuk. Tehát hogyha ez ki van nyitva, akkor tud tekeredni. Nem tudom tovább tolni. Csak ez a kettő között mozog, az a baj. Vagy ez a kettő között mozog, de miért? Hogy tudom elmozdítani ezt a... Várjál csak! Valahogy úgy kéne pedig, hogy ezt a szart... Tehát ezt a szart valahogy akkor is le kell engednem. Tehát erre kéne, nem? De ez úgy lenne logikus, hogy... Nem megy még odébb ez? Nem. Goddammit. Ez ilyen három funkciós. De amikor nem van a ide, akkor nem lehet lokkolni. Nem, azért nem engedi, ma automatikusan visszajön, mert ott le van zárva az út. Na, elméletileg így kéne jöjjön neki. Abszolút nem csinál semmit. Na, itt semmit nem csinál. Tehát így megy el, így megy el most balra. Csak ugye az a baj, hogy nem tudok. Ja! Tehát nem fog menni tovább. Ez ennyi. Ez itt a kettő között mozog. És én nem tudok lemenni ott. Nem tudok lemenni, gyerekek. Hú, bazd meg, itt is van valami. Jézusom! Jó, tehát itt az a helyzet, hogy ugye ez ott látszik, hogy itt ez akadt, tehát ez a kettő közötti mozgásra képes. Én viszont csak úgy tudnék átjönni ide. Itt van valami csille, hogy átjönni, de itt viszont nem lehet, tehát itt ez nem enged el engem. Az a baj. És itt pedig nem tudok lejönni. Pedig le kéne. Le van zárva ez a szar. Ez itt le van zárva. És ezzel nem tudom, mit kéne csinálni. Ez kell egy cigi. Mi van akkor, hogyha csak középre nyomom? Tehát így, és most bezárom, és most megnyomom. Semmi. Az összes variációt kipróbáltam, nem működik. És ez most nem lehet tekerni. Aha, és ha bezárom ezt, akkor lehet tekerni? Nem. Jó, akkor ezt kinyitjuk. Hát sajnos akkor ez ennyi. Meg nincs ráfogás, ugye, és tehát ezt be kell húzni hozzá, hogy legyen. És most megy le.
Ez az, geci! És visszalokkóta! Király! Király! És most kinyílt ez a lófasz! Úristen, és így két fele most el lehet venni, Bóni! Yes! Ajaj, bebagoltam. No! Nem bírok mozogni! No! Nem bírok! Gyerekek, nem bírok kimenni, bazd meg! Nincs benne szív! Ezt nem hiszem el, geci! Jó, de van benne szív. De tök mindegy. Ez mi? Vége. Na, ezt már kinek, bazd meg. Hm? Nem lehet benne guggolni. Hát a madárhangokat nem tudom. De elnézést. Ez most komoly. Jaj, ne már. Aj, ne már. Ez nem lehet komoly. Ez biztos, hogy valami rossz visz csak. Mert akkor visszalépek. Geci. Nem lehet riszámolni, vágod? Ez meg. Isten beleveri a faszát. Tehát ez mi? Nem tudom elmondani, hogy most mit érzek. Itt az új terület, kettő fele lehetett volna menni. Kettő külön irányba, bazd meg. Kettő irányba, geci, és nem bírok menni. Aha. Jobbra fent, ott a hajón. Jobbra fent, azzal nem lehet megmozdítani? Hát gyerekek, most nem rossz bó, de 3,5 óra veszett most el gyakorlatilag. Azért, mert ide bebagoltam. Hát ez a világnak a legnagyobb vicce. És ugrani se lehet ebbe a csókos fos játékba, geci. Édes Isten, bazd meg. Jaj, gyerekek, jaj. Azokat a madárhangokat valahogy meg kéne gyorsan néznem, bazd meg, mert... Faszom, ki van? Ezt a szart, bazd meg. Édes Isten,
Édes jó Isten. Szánalmas puruttyafos játékot. Más a hangja. Ez főháborító, gyerek. Most nem rossz bó, de tehát ez a világnak a vicce. Látom az elejét. A gyerekek ezen most. Síralom. Mindenkinek is rágesz száját. Az bazd meg, hát egy nagyon fő baszott. Hát komolyan mondom, ilyet én még nem basztam. Elképesztő. Elképesztő. Faszom, gyerekek. Fui. Istenet. Mi van a Notre Dame-mal? What happened? Kigyulladt és leoblott? Ne kurj fő. Úristen, bazd meg. Jó, tehát az izéhez érjezzük meg, hogy ez a háromszög a kár-kár. Ez a három levelű, ez a kár-kár. Egyben megcsinálom, bazd meg, nem érdekel. Lángol a Notre Dame székes egyház. Őristen. Na bazd meg. Alright, Póni, várja, teszek be zenét konkrétan. Jó, de messze van az utolsó kis pocok.
Remélem megjegyezzük ezt a kettőt egybe, mert ha nem, akkor még egy kör lesz. Há, Istenem! Ilyen gémet, bazd meg! Fene vigyel! Csőrös kurva szentségit! Pont jó, Kumilán. Három ilyen vékony csipogás. A szív. A szív az három ilyen kis csipogás, jó. God damn it! Ah, nekem is rendelnem kéne kaját, és ez a kurva izé most itt elbaszta az egészet, faszom. Isten itt. Ah. Koncentrálok. Ez a szív. Jó, ez az. És a... ez a háromszög alakú meg a kár-kár. Ugye jó, és akkor ez meg a random. Ja, de így kell ráadásul, faszom. Hú, és pont eltaláltuk. Hol van? Igen, igen. Jó, köszönjük a mese. Faszom, most meg minden lesznek meg ezek a rohadt izék, rajzok. Amiket ugye nem tudom, hogy micsodák. Mindegy, leszarom. Mert a zene, mostantól már nem kell. Oké. És... most ki tudom nyitni ezt a szart. Hol volt még a... Volt másik két ilyen kis izé, bazd meg, és nem tudom, hogy hol. Az egyiket tudom, a másikat nem. Ja, de az azt hiszem nem volt a hajóban. Jó, reméljük, hogy akkor jó lesz. Puzzle vonal, igen. Adja. Minden a fitness-szel kezdőd. Hát... re! Hol van a... itt van valahol egy bogyó, ugye három bogyó volt nálunk. Tedd el, kurvanyád! Bagos fos. Ilyen gépből is volt még egy. Volt valahol még egy ilyen... hol volt a harmadik? Hol volt a harmadik kis golyó, ugye volt egy... hol volt a... hol volt az utolsó golyó, gyerekek? Itt volt egy, ezt tudom. Hol volt az utolsó golyó? Itt volt egy. Ez az, hol volt a sárga golyó? Hol volt a sárga golyó? Hm? Fingom nincs. Planétáknál a konzolon? Ú, de zsír vagy.
Tényleg itt volt benne ebbe a szarba, bazd meg. Oké. Okay. Oké, okay, akkor most nagyjából meg vagyunk. Tudod vagyok készen. Na gyerekek, ez volt a 3,5 óra. Ez az idő. Csak szólok. De nem lesz jó. Na mindjárt lemegyek, ezt akkor mentek. Rá se rakta, bazmi. Ja, már így kellett, ugye. Most kell rárakni ezt a bumuklit. Most le. Jaj, de nem megyünk már be. Hát de ott is volt a info. Fuck. Várjál, most visszatekerjük. Bemegyek azért is, mert csomó mindent így elhagyunk az Isten faszán. Ugye itt volt egy. Itt volt egy. Oké. Okay. Meg ráadásul várjatok. Ezt megtekerem. Volt még egy gép ott lent faszomba. Azért is el kell mennem, és soha többet nem megyek oda már vissza. Ezeket tudja, hogy kapcsolgatni kell majd. Kell egy kis áramszíne. Bazd meg ezt, hogy újra kezdtük, ez azért egy kicsit főháborító. Bár mondjuk most már célirányosan tudok haladni. Síralom. Volt a gép, itt volt a gép. Bazd meg, itt volt a gép, mellette mentem el, geci. Nem elfelejtettük benyomni. Kurva életbe. Az alaphelyzetben volt jó, szerintem később kell majd eltekerni. Az majd valahol máshova kell. Hát aranyapa, az történt, a faszom ki van, hogy 3,5 órát szenvedtünk ezzel a szarral, és bevágultam egy helyre, és kezdhettem előre, bár gyakorlatilag így az összes megoldás megvan egyből. Tehát ennyi a gameplay 3,5 óra alatt, tehát itt vagyunk most meg egyből. Na várjál, de itt viszont ez nem stimmel. Ez a tető. Na ugye itt azt kell csinálni, hogy ezt kihajtom, ez jó helyen van, és ezt pedig leengedem, így visszahajtom, így megnyom a gombot, és a picsafasz is ahogy lement. Ahogy lement, ezt megfogom és kinyitom, úgy gyújtom tág, és szépen itt most elmentjük. Itt bugoltam be, itt. Kérlek szépen, itt idejöttem a chillihez, és itt bebugoltam a büdös picsába, és nem lehetett mozogni. Oh, hello. Oké. Okay. Ezeket leszarom. Itt egy levél. Na. Alright, it seems okay. Én az a chillihez hozzá nem nyúlok, bazd meg. Jó, akkor ezt most kiengedjük. Kiengedem. Főtolom. Úgy. Leengedem. Kiengedem. Csináld már! Ezt kiengedem, ezt leengedjük. Ezt visszatolom, pak. Ezt leengedjük. Pak. Oké, okay, let's go. Na lássuk itt mi van, bazd meg. Ez az új terület, Mónika!
Ajjaj. Ó, madre. Na, és akkor most itt azt hiszem be fogunk lassulni. Mivel itt már nem voltam, hopp, kiesett egy pöckölő Mónika. Aha, ez az, hogy mi van áram alatt. Ezt lehúzzuk. Hát helyezzünk mindent áram alá, gyerekek. Baszd meg, lebaszta. No! Elment is áram. Hoppá. Nem jó. De ennek most direkt így kellett lennie, vagy elbasztuk? Aj, itt a másik kar, bazd meg. De mi van akkor, hogyha ezt mondjuk föl... Várjatok, én ezt most visszatöltöm. Mi van akkor, hogyha fölkapcsolom a... csakaizét, addig még bírta? A kurva életbe, bazd meg. Kurva csille. Nekem el kell mennem még 10 előtt kajáéba aznak. Faszom. Darin Mónika, ne kapkodjál, csak szépen nyugodtan. Megtanultuk aztán ezt a pubuklit, hogy ez már őrlet. Az üres járat. What? Na szóval mi van akkor, hogyha én ezt most csak megadom? Hogyha én csak megadom a világító toronynak. Pak. Meg ezt ugye kinyitom. Most fölmegyek a világító toronyhoz. És most lesz áram ott. Tudom kapcsolgatni ezeket a pöcspermeteket. Hm? Wow. Új, de sötét van itt. Úgy tűnik, mint a lenne áram, nem? Na, világított fenn valami, úgyhogy ez jó hír. Hát arra, hogy azután, hogy kifagyott a game nekem, megmondom őszintén, hogy ez most már legkevesebb, hogy egy plusz belódoztam. Aha. Oké, okay, tehát itt egyszer volt a 13. Hello. Ott van. 13 pöcök. Se ment Moon. Na figyelj már, ez mit csinált? Ez az egyen áll, ez nem Babacsenko. Nem tudom, na mindegy gyerekek, még lemegyek, kinyitom a csövet, visszamegyünk és itt fog befejezni mára. Azután, hogy egy ilyet bugolt nekem a game, az, hogy én ezt most visszatöltöttem, nyugodtan fogok elaludni. Csalásszagú. Lol. Menj be.
Remélem nincs több ilyen tekerő, bazd meg. Ja, és még a izébe is fő kéne kapcsolnom az áramot, ugye az obszervatórium, vagy mi a faszom az. Ahol a, ott hívják, hogy vannak bolygók. És akkor azzal is tudnánk ott muklizni. De megnéztem, csukva van. Tep. Hello, Vazul! Szevasz, aranyapa! Hú, gyerekek, na nézzük, itt mi van. Remélem most ez valamit csinált, bazeg. Ha nem, akkor bajba vagyunk. Oké. De maradjunk annyiba, hogy még biztos, hogy van ilyen cső. Ah, és ugye ez még a planetárium rész. Azt még szerintem fel tudom kapcsolni. Lebassza, mint a lobat. Komplex! Köszi szépen a követést! Hello! Üdvözlet! Tehát elvileg akkor csak egyet lehet? Na mindegy, ebben most már nem fogunk belemenni. Ebben most már nem fogunk belemenni, de mondjuk ha ezt lekapcsolom, és ezt föl, akkor jó. Na, tehát egyet engedem óni, és akkor azzal is tudunk játszani, meg itt van valami ilyen rész is. Szóval jó van, itt azért el lehet lenni. Oké. Na gyerekek! Hát most biztos nem pörpöl, ezt már csak meg akartam nézni, gyerekek. Hú, elég volt, elfáradtam. Szerintem azért nem volt rossz. Tehát így, hogy semmi help nem volt a gameben, meg gyakorlatilag tényleg így a zero, de ez így kemény volt. Kemény, nagyon nehéz játék, ez nagyon nehéz játék, de hát szépen haladtunk azért, amennyire úgy ezt el lehet mondani. Na figyeljetek, srácok, gyorsan még mondom, hogy holnap nagyon babacsenkó napunk lesz, ugye jön az Anno 1800 a teljes verzió plusz a World War Z teljes verzió, és hát mind a kettőt szeretném holnap, meglátjuk, a World War Z az biztos, hogy lesz, de belefér még az Anno is még utána, akkor még az is lesz. De meglátom, hogy valahogy ezt jó el kéne osztani, hogy minden fasza legyen meg, hogy beleférjen. Nem tudom, hogy fogjuk tudni megoldani. De az a lényeg, gyerekek, hogy holnap 5 órakor várok mindenkit, mert kezdődik a Hype Game, már megint egy újabb, és nyomjuk a bulit, úgyhogy Anno az Tropico 2. Hát igaz, nem voltál itt, amikor az Open Beta van most ótuk hétvégén, vagy nem tudom, hogy itt voltál-e, mert eszméletlenül tetszik ez az Anno 1800 nagyon. Vége van, aranyapa, vége van, judok, igen, most lett vége pont. Most nagyon elfáradtam, 4 órás stream lement, egy ilyen logikai game volt, és kiszívta az agyamat totálba. Úgyhogy gyerekek, mindenkinek jó éjszakát, holnap várok vissza mindenkit. 5 órakor kezdünk, és nyomjuk a gémeket. World War Z és Anno 1800 lesz. Jók legyetek, jó pihenés, holnap kitartás a melóba, a sulihoz. 5 órakor kezdünk, szevasztok, peace.